Üdvözöljük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balázsi Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató céllal készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben. Na hát üdvözlünk mindenkit. Jó reggelt, sziasztok. Egyelőre ketten, aztán annyian leszünk ebbe az adásba. De nem csak ebbe az adásba, hát még durvább, mert lesz ez a majálisunk. De ez új podcast stratégia, nem? Hogy most már mindenki pörögít körül. Hát egy kicsit igen, mert Balázs elment menedzsment irányba, és akkor valahogy bótolni kell a űrt, amit hagy. Na szóval, majd lesz majális, Hold After Hours majális, azaz az élőadás. És minden stimmel, csak a hónap nem, mert nem elsője lesz, de nem május, hanem június elsején, ugyanúgy bent a belvárosba, úgyhogy aki szeretne jönni, az nem tudom, beírhatja a naptárába. Mit kell ilyenkor csinálni? Mit mondanak? Tudod, hogy keressék meg a linket, ahol regisztrálni lehet. Jó, az még odébb van. Az még odébb van. Az a verekedés rész. A verekedés rész az még odébb van, hogy kell beférni a majálisra. Ja, és, de viszont a jazzzenészek leszünk, jammelünk. Mert körbeírtam, hogy most csináljuk úgy, hogy akkor mindenki, aki szokott szerepelni, az jöjjön, és akkor majd váltogatunk. Azt hittem, hogy majd néhányan jelentkeznek. Mert hát milyen szívás. De például, hogy egy vállalati bulit rendezel. Így van. Egy vállalati buli. Ebben kívjuk. Egy nyitott vállalati buli. Egy nyitott vállalati buli lesz, mert egyszer csak 10 jelentkeztek. Úgyhogy gyakorlatilag mindenki, itt lesz csak Zsidai Viktor, nem? Aki nyár, azt mondta, júniusban vagy nyár van, és olyankor nem megy a belvárosba. Úgyhogy... Na, úgyhogy mint a hokisok sorokat zserélünk. Vagy mint a jazz zenészek jammelünk. Melyik tetszik jobban? Melyik? Mindkettő nagyon jó. Mindegyik metafora. Jó van. Na, és Balázs lebukott. Tehát én nem akartam erről beszélni, de Balázs egyszer csak elküldte nekem. Játszod itt az 5 éves hozamok számítanak új feltartott snobot, aztán tessék, elküldte nekem, hogy portfolio.hu cikk, a 10 legjobb idei hozamú forintos lakossági abszolút hozamú alap sorozatok. Első Himalája befektetési alap, Market Pro, gratulálunk, 13,5% idei hozam, OTP Sigma származtatott alap, 12,5%, harmadik Hold Expedíció, 10,7, a negyedik is Hold, Platina Delta, de ez egy ilyen külsős, 9,6, ötödik Hold Beat, 8,1, ha ott összeadjuk a podcastünk hozamát, az 19, az ver mindent. Másnak nincs podcast hozam. Figyelj, tényleg nem számít a negyedéves hozam, és tudom, hogy lebuktam, de van benne valami romantika, hogy itt együtt podcastolunk, és akkor van bármilyen lista, érted, ahol az első ötben én ott vagyok, a harmadik helyen, te meg az ötödik helyen, független attól, hogy van-e értelme a listának. Én nincs értelme a listának, de megtaláltam a szépségét, és gondoltam, hogy elküldöm. Mondjuk még el, hogy hetedik a Citadella, az Zsidai Viktor. Nem mondjuk el, hogy tényleg nincs jelentőség. Ne, de... Akkor így fognak nyafogni nekem, én azt nem vállalom. Szerintem a Viktor nem fog felhívni, hogy nem olvastad fel. És itt van Dálint Superposition alapja, mit tudom, még 2 helyen hátrébb, az már 11, nem tudom, hol járunk. Na. 9. 7-2-9. Jó, oké. Viktor lehet, hogy nem fog felhívni, de Bitcoin már javul, mi ez, lazul a Bitcoin irányába, ezt Dáviddal megállapítottuk a múltkor, de akkor ezt kellően ellazulva, amikor beszáll ebbe a heti hozam versengésünkbe, akkor van az, hogy Viktor ellazult, nem? Nem fog beszállni, de nagyon jó kérdésekkel challenge-elted Viktort a CBDC kapcsán, a Észak-Korea egyszintű bankrendszer egyebek. Igen, igyekeztem. Egyébként volt még egy ilyen összeállítás, ahol nem csak a abszolút hozam alapok, hanem mindenféle lakossági befektetési alapsorozatok voltak, ott is jól állunk, mert az abszolút hozam alapok idén tarolnak, a portfólió cikke szerint is, de ott van egy tőkevédett alap. És ezen beszarok. Egyrészt, hogy tud oda kerülni, mert a tőkevédett alap, kedves hallgatók, tehát az olyan, mint a bankbetét, senki ne tartson. A tőkevédett alap az, ugye a tőkevédett alap akkor tud lenni, ha vannak hozamok. Most megint vannak hozamok, tehát mondjuk magyar hozam, mit tudom én, 5 éves hozam legyen 10%, jó, legyen egyszerű. És egy tőkevédett alap az úgy működik, hogy az ember berak 1 millió forintot, és ez ilyen fix idejű, tehát mondjuk 5 évre szól, akkor 5 év alatt tudjuk, hogy az 5 éves hozam évente 10%, akkor az 5 év alatt, mit tudom, 60%, akkor tudják, hogy elég...
Az 1 millióból 750 ezeret beleraknak. 600 ezeret beleraknak kötvényekbe, abból 1 millió lesz az öt év végén. Tehát meg van a tőkevédelem. Azon vitatkoztunk soha, hogy mennyi 1,1-en, de nem tudjuk. Azt nem tudom, 60%-ot mondtam. Jó, és mi oké, legyen annyi. És a maradékot meg azzal lehet játszani. Így van, és opciókkal játszanak vele, jellemzően. És akkor legrosszabb esetben forintban nominálisan nem bukott az alap, mert hogy úgyis meg lesz annyi, amennyit berakott az illető. Persze attól még lehet, hogy forint elértéktelenik, lehet, hogy nem, ezt nem tudjuk, de hogy 1 milliónak 1 millió meg lesz. De az minden. És ha bejönnek az opciók, akkor meg lehet vele nagyot nyerni, ha nem jönnek be az opciók, akkor meg tényleg akkor a legrosszabb esetben is megmarad az 1 millió. Azért játszanak vele, az nem igaz, tehát megveszik előre. 5 év múlva... A játszanak, tehát nem arra gondoltam, hogy a tőkevédett alapnak a döntéshozói játszanak, hanem idézőjelben, hogy akkor a játszás alatt a kockázatos eszközökben való befektetést értettem. Igen, és ezt mindenki meg tudja maga. Tehát ez, és itt, tehát ha valahol nincs transzparencia a költségek teljén, akkor ez. Ezt mindenki meg tudja magának is csinálni ezt a dolgot. Két dologtól óvok mindenkit, a bankbetéktől, mert tényleg még nullasz, oda jött egy ismerősöm, hogy figyelj már, vegyek kötvényt. Hát mondom, mi az, hogy vegyél kötvényt? Vegyek kötvényt, tehát ott az összes kollégám bankbetétbe ül, mert hogy az a biztos. De mondom, az hány százalék? 5%? Nem, az 0%. Hát mondom, hülyék vagytok? És akkor kiszámoltam neki, hogy 1 millió forinton, mennyi az 1 millió forinton, az havi 10 000 forint bukás, hogy ő bankbetétben ül. 10 millió forinton havi 100 ezer forint bukás, ha ő bankbetétben ül, mert ugye mondjuk 15%-ot el lehet érni a kötvényekkel. Na, tessék. És mekkora bukás valaki ingatlanban ül? Arról lesz később szó. Azt nem tudjuk még, de most másnak a ingatlan árak. Az én kottámból játszik az ingatlanpiac. Azt kell, hogy mondjam. Na, tessék, itt van, ezt Bence küldte. Bence a vágónk, jobbágy Bence. Nagy menő, gitáros. Izét is gitározik. Bence világa, vagy Bence kalandjai, de Simon & Garfunkelt is gitároznak. Na mindegy, nagy menő zenész. És ő küldte, hogy olvasta a Magyar Narancsban. Orbán Viktor Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában mondta a következőt. Az infláció magától nem fog csökkenni. Az inflációt le kell törni. Ez kicsit olyan népiesen hangzik, mint ahogy az ember ősszel kukoricát tör, de valóban a mozdulat hasonlít. Tehát az inflációt nyakon kell ragadni, és le kell törni. Hát ez felháborító, ez a nem tudom hány mondat, ez a 3 mondat. Egyrészt ugye fölfelé nem mondta Orbán Viktor, hogy hát mi növeljük az inflációt, mint a kukoricát, ahogy mi növeljük, mi növeltük, magyar kormány növelte, és figyelj, Orbán Viktor is nem törődik azzal, amit mondok, én se fogok azon izélni, hogy hány százalékban varjam a kormány nyakába az inflációt, de azt egész nyugodtan kimerem jelenteni, hogy a magyar inflációs plusz a 100%-ban a kormány nyakába varrom, sőt, annál többet is a kamat miatt, de most ez mindegy. Szóval Magyarországon most a februári inflációkat mondom, hogy mi volt Európában, 26% volt februárban az infláció, a második az Lettország 20%, a régió Csehország 18, Lengyelország 17, Szlovákia 15, ezt az inflációs pluszt, ezt mind megkapja a kormány, mondjuk ez legyen 10%, ezt ők csinálták, és abban igazam, hogy ezt tényleg betörhetik. Tehát ezt fogják magukat, kivezetik az ársapkákat, akkor meg fog ugrani az infláció, de aztán szépen visszaáll a magyar gazdaság, és olyan pályára, mint a többi, és akkor normális lesz. Elkezdik nem csesztetni a forintot, akkor nem lesz a forint gyenge, és így tovább. Figyelj! Orbán Viktortól ez a mondat engem a legkevésbé idegesít, amit tudtál ragadni, mert ez tényleg minden politikus ezt mondja, még rossz irányba mennek a dolgok gazdaságban, az valami külső sok volt, és amikor meg javulnak, akkor pedig azt a magáénak tudja. Igazából bárki lenne a miniszterelnök, ezt csak mondaná. Igazából a szomszédos országban is valószínűleg ezt a részt pont így csinálják. Abban egyetértek veled, hogy azt kell nézni egyébként, hogy régiós országhoz képest hol tartunk, és hát nagyon rossz helyen. Beszéltünk múltkor Romániáról, meg beszéltünk most az inflációról, Tehát egyetértek, csak azt mondom, hogy figyelj, ez belefér. Ez a legkisebb hibája. Majd ma jött ki az ismert. Ez a legjobb demokráciákban is megesik egy ilyen mondat. Jó, csak a legjobb demokráciában hát nem. Hát még nálunk. Csak a legjobb demokráciákban nem 26% az infláció, miközben a többi országban 17. Egyébként ma jött ki a márciusi inflációs adat, a vártnál magasabb, 25,2%, 25-öt vártak. Nem nagyon ereszkedik ez az infláció. Na hát azért még egy mondatot előveszem Orbán Viktornak, kifejtette, erre van nemzetközi tudás, amit adaptálni, értelmezni kell egy adott országhoz. Ezt a munkát elvégeztük, szögezte le a kormányfő, mint hogy kell letörni az inflációt. Tehát megmondom, hogy kell, de hát már másfél éve mondom itt a podcastben, hogy kell. Nem kell ársapka, nem kell szavazatot vásárolni, nem kell
forintot gyengíteni, és ezáltal szegény MNB óriási kamatot kénytelen szopatni az országot. Jövőre, mármint idén 1800-2000 milliárd forint lesz az a kamatkiadás növekmény, ami ahhoz képest mérjük, hogyha mondjuk egy lengyel cseh 600-700%-os kamatokkal lenne a kamatkiadás, akkor mennyi lenne? Hát azért az már elég sok ez a 2000 milliárd forint, nem? De, ez már elég sok. Na. De várjál még, mert közbevágtál, és szerintem itt a lényeget nem kaptad el, hogy tehát azt mondod, hogy az inflációt le kell törni, meg idéztől a Viktortól, igen. De hogy a mondat közepe volt a fontos. Ez kicsit olyan népiesen hangzik, mint ahogy az ember össze a kukoricát tör, de valóban a mozdulat hasonlít. Engem inkább ez sértett meg. Hogy nem hozzám szól, én nekem fogalmam sincs, hogy kell kukoricát törni. Városi fiatal, érted? Látszik, hogy nem akar, nem hozzám beszél. Melyik irányba törni? Tehát reggel mondja a Kossuth Rádióban, amikor én még alszom, ráadásul a 7 és 8 között. Tehát egy csomó baj van, érted? Valás is megtalálta a problémát. Na, teljesen igazad van. Kevésbé a gazdasági populizmus zavar, mint ezek a hasonlatok. Nem tudom mit kezdeni. Itt egy ismerős mondat. Egy számjegyűre csökkentjük az inflációt, és megvédjük országunkat ettől a problémától, mondta Erdogan Törökországban. Azért rímel ezekre a magyar dumákra. Na figyelj, Balázs, te akartál, mire kell figyelni a világban? Balázs elmondja, hogy mire kell figyelni a világban. A kukoricatörésre kell figyelni, Balázs, de fölvezetem néhány mondattal, ilyen konkordos egy mondatokat. Tessék, scores on the doors, mi történt idén a tőkepiacokon? Kripto 60% plusz, hát szevasztok, kriptohuszárok. Arany 10%, részvények 7%. Te figyelj, így azért nem olyan jók a mi ízénk, 7,5% a mi hozamaink, nem? Tehát mennyi mi 8 voltunk, vagy mennyi volt idén a hozamunk? Valami 8,3. Nekem most, nem tudom, 11-12 között. Az idei? Igen. Hát ott van a izén. Hát azóta eltelt pár nap. Tényleg 10,7. Az negyedéves. Mindegy, Zsolt. Igen, ha kriptóba tettük volna az egész alapot, akkor 60% hozamunk lett volna. Igen. Nagyon, tudod, volt ez a mondásod, hogy akkor is azt kell csinálni, mint a bridge-ben a 80%-os szabály. Tudod? Nem kellett az egész alapunkat betenni kriptóba. Azért ez a 60% akkor is fájna. Igen, jó lett volna most pont betenni, előtte egy hónappal meg rossz lett volna. Akkor is fáj. Zeitgeist, megmondom, mi a Zeitgeist. Na hát ezek mindig. Már mindjárt mondom, mi ez. Tudjátok, hogy mi a commercial real estate? Most attól kell félni mindenki, az amerikai kereskedelmi ingatlan piactól fél. Mindig van, amitől lehet félni, ez annyira jó. Mert az egy boa constrictor, mondta ő, mint Dr. Bubó, nem tudom, ki mondta. Én nem értem ezt a boát, hogy körülöl el a boa, és akkor megfojtja a gazdaságot. Ott hát, hogy folytaná meg? Ott van, szorosan körülöleli a gazdaságot, és folytogatja a következő két évben. De a kereskedelmi ingatlan itt a shopping mallra is, meg az irodára is utal, ugye? Tehát, én csak ennyit tudok, mint ami ide van írva. Wall of Worry, megmondom, hogy mi ez Wall of Worry, mindig van miért aggódni, közben a részvények kúsznak fölfelé. Hát eléggé lassacskán kúsznak fölfelé, de kúsznak fölfelé. Tehát egyszerű a szabály, amíg van mire aggódni, addig fel fognak menni a részvények. Igen, és az a riadalom. Mert mindig lesz, aki kiaggódja magát, és rájön, hogy óhó, nem is kellett volna aggódni. És Balázs is volt a hisztiméter szakembere. Így van. De azért ez nem hisztiméter. Befektetési stratégia ez is. Ugye ez a konstans aggodalom. Én a hisztire vagyok specializálódva, amikor a UBS hirtelen esik urasokat, miközben miután megkötött az évszázad üzletét. Na, ezek a hisztik. Na, de egyébként azt tudom mondani, mert most itt próbáltam nevetségesül tenni a hisztiméteredet, de egyébként meg nagyon egyetértek, tehát, hogy amikor nagy pánik van, akkor hiszek abban, hogy ez a világ legegyszerűbb, de legjobb stratégiája, hogy akkor általában venni kell. Persze nyilván megértve azt, hogy mi a szituáció körülöttünk, de hogy egyébként én azt nem értem, hogy amikor meg nincs nagy pánik, csak ilyen kicsi van, ilyen 20%-os pánik, meg 30%-os pánik, ott én nem tudom elképzelni, hogy működik a hisztiméter. Tehát én csak az egészen extrémekre gondolom, hogy jól lődi, és te meg azt gondolod, hogy te itten a finomságokat is érzed ebben a pánik mérőben. Mi a bankpánikot milyen, melyik kategóriával teszed, ami most volt mi egy? Bankpánikot, tehát hogy ott attól függ, melyik eszközben például. Tehát ott volt tényleg valamelyikben nagy pánik, nem tudom, Erste Bankban viszonylag nagy esés van, és mondtuk a Lacival itt, hogy szerintünk azt kell inkább megvenni, ami nem közvetlenül ahol a baj van, hanem ahol, ami távol van a bajtól, vagy távolabban a bajtól, és közben az is nagyot esik. Na jó, ne menjünk vissza a befektetés stratégiára, mert messzire vezet. Mondd, mi van a világban? Hát akartam pár gondolatot egyébként. Most nézd, ugye hoztad ezt a táblázatot a negyedéves hozamokról az alapoknál, és ugye ilyenkor írunk mindig
mi is a Holdban a privát vagyonkezelt ügyfeleknek ilyen negyedéves írásokat, amit én már egyébként nem írok. Baszki, azt nekem kell írni, úristen. Persze, neked adtam át. És mikor volt a határidő? Hát már biztos lehetett, mert... Jézusom, gyorsan, hogy nekem. És pont ezt akartam, hogy már nem én írom. Új feladataim vannak, és ezeket leadtam. Erre jut eszem, hogy én írom. Aztán, na mindegy, és de cserébe azért elolvasom a negyedéves riportokat, hogy ne essek ki a képből, tehát hogy ugyan nem nekem kell megírni, de olvasok. És gondoltam, hogy itt átadok egy-két gondolatot. Hát, igazából akkor már meg is írhattam, hogy ott megint. Ez a baj, tehát hogy... Most itt elküldjük ezt a podcastet, na gyerünk. Na jó. Szóval, hogy az első negyed év rágazdaság tekintetben egyébként jól sikerült, tehát hogy itt az volt a vita még augusztusban, hogy mekkora lesz a recesszió, évelején már az volt a vita, hogy hát lehet, hogy lesznek itt ilyen nulla körül növekedések, most még egy kicsit annál is jobbak, tehát a EU-ban mondjuk 0% növekedést vártak, most már 0,5%, USA-ban 0,5% növekedést vártak, most már 1%-ot 2023-ra, tehát hogy egyébként jó gazdasági adatok jöttek ki, mert ezek a beszerzési menedzserindexek is azt mutatták az első negyed évben, inkább, hogy egyébként erős a gazdaság, ugye a kínai nyitásra egyébként párhuzamosan. És ugye ennek megfelelően egyébként szerintem a téma sem változott nagyot az, hogy mi mozgatja a részvénypiacokat ebben a negyedében az éveleje óta, mert hogy még mindig mindenki arról beszél, hogy mekkora az infláció, még mindig mindenki arról beszél, hogy az alapkamatot az USA hova emeli, és akkor ez mennyire lesz veszélyes a részvénypiacokra. Ugye az alapkamat most az USA-ba felment 4,75%, az EU-ban felment 3,5%-ra, és az infláció megközben egyébként már elkezdett lejönni, tehát az EU-ban volt 10% fölött és 8%, az USA-ban volt 8% fölött és 6%, és akkor továbbra is ezt az egyensúlyjátékot nézzük, hogy egyébként meddig emel a jegybank, az mennyire lassítja be a gazdaságot ennek megfelelően, és hogy azt, hogy mennyire emel a jegybank, meg attól függ, mivel az infláció van. És az USA inflációról egy-két ilyen gondolat, ami talán változóban van, az, hogy ugye lehet nézni azt, hogy vannak háromfelé bontom most ezt a dolgot, vannak a termékek, vannak a szolgáltatások, meg az egészből külön kivesszük, és ez a harmadik a lakhatás. Ugye ott már beszéltünk róla, Balázsi Zsolt MNB reformcsomag, amit átadott a elnök úrnak, ugye az volt benne, hogy tegyék bele a magyar inflációba is a lakhatáshoz kapcsolódó költségeket, van benne csak már nagyon alacsony arányjal, Amerikában meg nem tudom, 30%. Nagyon magas arányjal van benne, Amerikában ezt érdemes nézni az infláción belül, mert ott benne van. És ugye az van, hogy a lakhatás az viszonylag biztosan lehet mondani, hogy mi lesz majd a következő inflációs adatokban, mert ugye abban nagyon nagy a csúszatás, tehát ez egy technikai dolog, vagy tehát a időbeli csúszás. Az látszik, hogy tehát hogyha tavaly nőtt, akkor te látod a késletetésben, hogy egyébként akkor most még egy ideig nőni fog az infláción belül is a lakhatás. De hogy egyébként látjuk azt is, hogy tehát mindenféle honlapon lehet nézni, hogy mennyire adják ki az ingatlanokat, stb. Hogyha azt valaki előre nézi, akkor lehet látni, hogy ez a szám ez volt 8% fölött is, de most már szinte biztosan a következő időszakban ez le fog jönni 4-5%-ra. Egyszerűen azért, mert a lakhatási költség növekedése az, a lakásbérletdíjaknak a növekedése az utóbbi időszakban megállt, tehát évperében még növekedésben van, de egyébként most már inkább stagnál. Úgyhogy ott látjuk azt, hogy az egy olyan elem, ami valószínűleg megoldódik, és nem lesz olyan magas. És ugye ezt nyilván szolgálják a magas kamatok is, mert ezen a piacon igazán számítanak. Tehát ennyit a lakhatás részéről a három elemből. A második része a termékek. Erről most nem megyek bele, mert nagyon sokat beszéltünk, hogy pontosan mi történt a Covid után, hogy miért lettek a termékek az árai nagyon drágák, hogy bezártak a fejlett világban a termelők, akkor Kína termelt, akkor felmentek a szállítási költségek. De akkor ne beszélj róla, azt mondod, hogy nem beszélsz róla. Csak összefoglalom, akkor ne beszélj róla. Ennyiben összefoglalom. És ugye az van, hogy ott is volt egy csomó egyszerű hatás, autók, használt autópiac, és ott is kezdenek oldódni a dolgok, mármint, hogy használt autó nem lesz valószínűleg olyan olcsó, mint 3 évvel ezelőtt, de hogy egyébként a növekedés az megállt, tehát hogy az inflációban ugye azt nézzük mindig, hogy nem az áraknak a szintjét nézzük, hanem csak a változását, tehát nekünk elég, hogyha ezen a magas szinten stagnál az ár, mondjuk, mint tavaly ilyenkor, akkor ugye már nulla lenne az infláció. Tehát, hogy igazából nem azt várjuk, hogy visszaesnek oda, ahol voltak, csak azt kell, hogy egyelőre álljon meg, és akkor már a jegybankok majd örülnek, mert akkor azt mondják, hogy megállították az inflációt. Ők nem a szintet nézik. Na és akkor az a lényeg, hogy az árupiacon, vagy a termékpiacán is van egyfajta oldódás, és jön az infláció, és akkor van az utolsó, ami a legfontosabb, hogy a szolgáltatások, amit most egy ilyen nagy szárvágással leegyszerűsítek, ami ugye korrelál azzal, hogy milyen a bérnövekedés. És akkor az látszik, hogy a bérnövekedés is egyébként már elkezdett lassulni az USA-ban. Tehát, hogy volt 8%-os bérnövekedése, már 5%-ra lejött, és ugye az a kérdés, hogy itt megmaradunk-e, és akkor lesz egy olyan spirál, vagy nem spirál, hanem egy ilyen jövő, amiben az lesz, hogy van egy 5%-os bérnövekedés, konstans, meg van közben egy szolgáltatásokban egy 5%-os infláció, mert ha ez így van,
akkor bizony egyben nem fogja elérni az inflációs célját, ami 2%. De ugye itt vitatkoztunk róla, hogy mindegy, lehetne 3% is, most nem ez a lényeg, tehát ez ilyen értelemben szemantika, csak hogy le tudja vinni a régi sávba, vagy abba a világba, ahol régen voltunk. És hát ugye ezt most nem fogom kinyitni, mert most akkor belemennék újra ugyanabban, amivel Lacival is vitatkoztunk a munkaerőpiac kérdésébe, de hogy egyelőre azért az látszik, hogy az elmúlt hetekben ugye jöttek ki gyengébb adatok az amerikai gazdaságból, de azért azt inkább mikroszkóppal kell keresni, hogy abban lássuk, hogy jó, most pont fordul, majd biztos majd nagy zónás lesz, tehát ezt nem tudjuk. Még egyre azt lehet mondani, hogy erős a gazdaság, erős a munkaerőpiac. Tehát hogyha így maradna, hogy van egy 5%-os bérnövekedés, ami mondjuk párosul egy 5%-os szolgáltatás árnövekedéssel, akkor hiába van az, hogy a termékeknek meg a lakhatásnak az ára azért viszonylag visszamegy, akkor azért a jegybank valószínűleg nem fogja elérni a célját, mert a szolgáltatásoknak ugye nagyon nagy hányada van benne az inflációban, vagy azt teszik a legnagyobb részét, meg ugye az amerikai gazdaságnak is szolgáltatások teszik a legnagyobb részét, nem az ipar mondjuk. Na és akkor a konklúzió igazából nekem az, hogy erős növekedés van még mindig az USA-ban, talán lassulni fog, meg most kell elkezdeni nézni, mert a magas kamatok, hát tehát ugye a 0-ról 5-re emelés azért kellenek hónapok, mire érezteti hatását, tehát valószínűleg lesz lassulás, de hogy nem tudjuk pontosan, hogy mekkora, és nem tudjuk, hogy egyébként az 5% bérnövekedés megvan az 5% inflációval, vagy tényleg le tudna menni jobban, ez nem egyértelmű, pedig nagyon fontos a részvénypiacoknak, mert ezen múlik, hogy mit csinál a Fed az alapkamattal, és akkor átugorva Európára, hogy ott is mondtam, hogy nagyon jók jobbak a növekedési számok, mint az évelején várták. Tehát gázárakat azt nem kell magyarázni, azok nagyon lejöttek, hogy itt ez volt a legnagyobb probléma, itt az inflációt is elsősorban ez vitte föl, volt egy szerencsés tél. Meg néztem megint egy ilyen ábrát, hogy fiskális stimulusok, hogy milyen nagyok, és hát ugye Németország volt a legnagyobb fiskális stimulus, de itt ilyen, most ez a BCE-nek a száma, hogy 4,3%-os GDP arányos fiskális stimulus volt ugye erre az egész problémára, így en bloc. Tehát, hogy az rohadt nagy. Tehát azt lehet mondani, hogy Európa tudott lazítani, úgyhogy igazából Európában is a recessziót úgy tűnik, hogy el lehet kerülni ezzel a dologgal. Úgyhogy igazából azt tudom mondani, hogy erősek viszonylag a gazdaságok még, és hát lessük nagyítóval, hogy ezek a kamatok ezek mit fognak továbbra is okozni, és igazából a téma nem változott az elmúlt negyed évben. Na akkor elmondom, hogy tehát ugye én itt anyázva vagyok, hogy miért beszélek folyton a holdvit alaphozamáról, mert hogy semmi értelme csak az 5 éves hozamnak. Valójában nem, ha valamit nem érdemes nézni negyed évente, akkor az a gazdaság meg az infláció, de mivel azt szokás nézni, mert hiszen egy egész iparág abból él, hogy havonta, negyed évente kommentálják, hogy mi van a gazdasággal, meg mi van az inflációval, ezért Balázs azt lelkesen csinálja, és mindenki megijed, amikor én a holdbit alapozom. De egyébként ezt miért mondod, mert a gazdasági szereplőknek számít, hogy a következő mondjuk egy negyed évben milyen erős lesz a gazdaság, számít egy cégnek, hogy milyen erős lesz a nyár, számít, és... Hát Lakatos Pétert, amikor erről megkérdeztük, akkor azt mondta, hogy ez hülyeség, és hogy ő csak hosszú távra tervez. És hogy őt ez sose érdekelte, hogy most a következő, hogy egy 2 hónapokkal később lesz. De Lakatos Péternek olyan cége van, akinek vele nincsen hitele, nagyon régóta van egy jól bánt működése. Mindenkinek legyen olyan cége, mint Lakatos Péternek, akkor ezt üzenjük a hallgatóknak. Hát ez, de tényleg. Tehát, hogy most gondolj bele, vannak, hogy az ingatlan piacon tevékenykedik, és rengeteg hitele van, és nem tudom, tehát, hogy azért... Az most mit csinál? Akkor most gyorsan elad, mert 2 hónapig még recesszió van? Nem, ez hidd el, hogy ha valamit kevésbé... Te nem adnád el gyorsan az ingatlanodat, ha lenne? Én már egy éve eladtam volna az ingatlanomat. Hát akkor most is eladnám. Most is eladnám. Na figyelj, menjünk vissza a háztáira, mert most nagyon unikális tartalmunk lesz. Nem, Kínáról nem is beszéltem. Kiről? Kínáról. Azt mi akartál, vagy mi? Hát kicsit, de egyébként tényleg az van, hogy ugye Kína megint nem omlott össze, mint sokszor. Ne, újabb negyed év kínai összeomlás nélkül. De egyébként a problémák, amikről beszéltünk előtte, azok nyilvánvalósak, meg fájnak Kínának, tehát hogy tényleg még továbbra is probléma van a lakóingatlanok kapcsán. Csak most megint van egy ilyen stimulus dolog, ami sose lesz olyan erős, mint mindig az előző nagy stimulus volt, de még mindig megvédi a kínai piacot az összeomlástól. Balázst váratlanul írta a kínai stimulus, erre ki gondolt volna? Nem írt váratlanul. Ki gondolta volna, hogy a kínaiak stimulálnak? Nem azért váratlan, hogyha bajban stimulálnak, hanem az, hogy az majd mindig megoldás lesz ez a kérdés. Ez mindig, mert majd lesz egyszer olyan lehet, hogy majd nem lesz megoldás valamiért.
Kivárjuk, kivárjuk. Egy 30 évre tervezzük ezt a podcastet. Mindez előbb vége a podcastünknek, vagy a Kínának? Ez a kérdés. Na. De megfigyeld egyébként a kínai, tehát a részvényárfolyamok növekedése is azért behalt, meg a reálgazdaságban is inkább olyan számok jönnek, hogy behalt. Tehát a kínai növekedés az azért a régi stimulusokhoz képest csalódás keltő, nyilván az összeomláshoz képest meg pozitív. Mindenhogy csalódás keltett. Kína mindenhogy csalódás. Az összeomlást várja annak. Igen. Aki csak az összeomlást várja, annak csalódás keltő. Kína egy nagy csalódás. Én nem várom a kínai összeomlást, ez nagyon rossz lenne mindenkinek. Na figyelj, akkor mondok. Még a Hobbit alap is bezuhanna rá, csak szólok. Miért zuhanna bele? Van egy csomó részvényed, és ezek bezuhannak egy kínai összeomlásra. Kila lebombázására, na arra összezuhannak. Hát arra összezuhannak, az biztos. Na figyelj, visszamegyünk a háztáiban. Billy Bob Botton lesz a vendégünk, meg Kovács Tamás üzleti elemzőnk, aki nagyon speciális ok miatt van, de most ezt nem fogom elszpoilerezni, majd a beszélgetésben elszpoilerezzük. Na, akkor ígértem egy unikális tartalmat, és akkor mindjárt kiderül, hogy mi az. Van egy felvezető grafikonunk hozzá, portfólió címe, hát elég portfóliósra sikerült. 5 éve nem lépett le ennyi magyar, megint elindult a tömeges kivándorlás. Hát aztán megnézzük akkor, a tömeges kivándorlás az inkább bevándorlás, mert többen jönnek vissza, mondjuk 10 000 fővel, mint mennek el, de valóban egyre többen mennek ki, csak egyre többen jönnek vissza. De nem ez az érdekes. Az érdekesebb ábra talán az, jelenleg UK-ben él 200 000 magyar, Németországban közel 200 000 magyar, Ausztriában közel 100 000 magyar, és aztán az összes többi országban mondjuk szumma 50 000, ezek ugye ilyen hivatalos számok, tehát fenntartásukkal kell kezelni, de elmondhatjuk, hogy mintegy 500 000 ember él jelenleg nem Magyarországon, aki magyar, ami azért érdekes, mert ezt nem is a 10 millióra kell vetíteni szerintem, ami már nem is 10 millió, hanem 9,7, hanem hát mondjuk az aktívakra talán, nem? Tehát minden tizedik magyar. Tehát minden tizedik olyan nem, mert most a gyerekeket meg a nyugdíjasokat vegyük le, van 5 millió munkaerő piacunk, ebből 500 000 van külföldön. Hát ez azért már ez egy kemény érvágás. És az az igazság, hogy én is jelentkeztem 2011 és 15 között egy olyan 150 helyre szerte a világban. Észak-Amerika, Európa, Ausztrália, mindenhova jelentkeztem. De úgy tűnik, hogy egy Budapesten írott CV az nem elég, hogy hedge fund manager legyek a Wall Street-en, vagy legalábbis az enyém az biztos, hogy nem elég. Azt is beleírtam pedig, hogy apa fejek 2-3 gyerekkel a nyakamban csinálom a CFA-t, és még így sem vittek el a Wall Street-re. És akkor fölmerül a kérdés, és akkor mindjárt jönnek a vendégek, akikkel ezekre válaszolunk, hogy én nekem az volt az érzésem, hogy tartozom a gyerekeimnek, meg pláne az unokáimnak, hogy egy sokkal jobb országban cseperedjenek föl, és akkor ugye a kérdés másik fele, hogy és a szüleimnek nem tartozom-e, arra meg az a válaszom, hogy ha én olyan szülője leszek, vagy vagyok a gyerekeimnek, aki azt szeretné, hogy ne menjenek olyan helyre, ahol jobb az élet, akkor szégyelném magam. Na, és akkor most üdvözlöm Billy Bob Bottondot, a CEO-nkat. Üdvözlöm a hallgatókat. És akkor Botond, hát te is országot léptél, bár te Erdélyből jöttél ugye Magyarországra, amit nyilván gondolom, ti nem országváltásnak számítotok. Úgyhogy te hogy állsz ehhez a kérdéshez? Egészen másképp, mint te. Na, halljuk. Ahogy ezt mondtad, egyébként elküldted előre a portfóliónak ezt a cikket, és így beleolvastam, és végigfutottam, de most a felvezetődben rögtön az jutott eszembe, hogy Antal József, ő még 15 millió magyarról beszélt, te már 9-nél tartasz. Hát a magyarországi magyarokról. Igen, világos. Én ugye egészen másképp élem meg, nekem a családom nagy része az erdélyi, a kisebb része az felvidéki, tehát az egészen itt a Salgótarján melletti Málcáról származik. Ráadásul a nagyszüleim és az azelőtti generációk, ők 19-20. Században két lakiak voltak, ami azt jelenti, hogy a téli hónapokat Budapesten töltötték, és a nyári hónapokat töltötték vidéken. A vidék akkor Erdélyt vagy éppen ugye Málcát jelentette, felvidéket. Szóval, hogy én ezt egészen másképp dekódolom, mint te. Na, halljuk a dekódolásodat. Na most elmondtad, hogy miért gondolod másképp, de mondj valamit. Jó, és akkor tovább. Tehát, hogy ráadásul ez nem új dolog szerintem az, hogy aki teheti, az külföldön tanul, és külföldön vállal
idéglenesen vagy véglegesen munkát, és ott telepedik le. Ez régen is így volt szerintem. Ami kihúzta, legalábbis, hogy mondjam, a családom anyai ágából ez gyakran volt így, sokan tanulhattak és tanultak külföldön, egészen a 17. századtól. Szóval, hogy nem idegen egyáltalán ez szerintem. Ami felülírta ezt elég erőteljesen, az azt gondolom, hogy gyakorlatilag a kommunizmus éveit, tehát 45-től 90-ig. Most én azt gondolom, pusztán térünk vissza a normalitáshoz. Én nem úgy érzem ezt, hogy a dekodulás szót használom, ahogy te, Zsolt, hogy jobb életre vágynak, hiszen bármennyire is kritikus és elégedetlen vagyok én is a jelenlegi környezettel és kurzussal, mégis a másik oldalról azt gondolom, hogy a világnak egy olyan pontján élünk, ahol azért benne vagyunk vélhetően a felső decilisbe, de felső kvartilisbe biztosan. Ez kétségtelen, hogy nagyon jó helyen élünk, csak vannak még sokkal jobb helyek. Ez így van. Na de jó, akkor maradjunk a gyakorlatnál. Tehát ugye te országot léptél, könnyű volt, nehéz volt, mekkora nyeregy? Tudod, hallgatók nem tudják, van nekünk egy ilyen, mondjam, időről időre fellángoló vitánk, ami nem veszekedés vita, így beszélgetünk Zsolttal, és én azt mondom, hogy kultúrák vannak, és amiben én felnőttem, az más kultúra egyértelműen, és nekem azt nem mondom, hogy sok volt, mert nyilván kötődöm a magyar kultúrához elég erőteljesen, de azt nyugodtan ki tudom jelenteni, hogy a budapesti első évek azok azért meglepőek voltak. Tehát, hogy nyilván nem itt nőttem fel, nem ebben egy egészen más kultúrában szocializálódtam. Hány évesen volt ez? És nekem ezt tanulnom kellett, 19. Igen. Tanulnom kellett. És vélhetően el tudom képzelni, hogy ez van, hogyha valaki Sopronból költözik Budapestre, vagy Szegedről költözik Nyilván. Budapestre, nagyon hasonló. Szóval, hogy én nem föltétlenül érzem ezt ilyen nagyon-nagyon erősnek, mint ahogy azt se érezném valószínű, hogyha innen, nem tudom én, Berlinbe, vagy Párizsba, vagy Vladivostokba kellene költözni. De most ezek nehezek, nehéz döntések, könnyű? Nem, ezek nem. Én ilyen tanulni jöttem, tehát hogy ez nem volt kérdés. De aztán több lett ebből. Több lett ebből, igen, de... Örülsz, hogy így történt, visszatekintve? Semleges. Most lett egy hold alapkezelő, ami Erdélyben nem lett volna. Nem tudom, hogy mi lett volna. Tehát ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de nem úgy élet. Botond, nézd meg, hogy akik ott maradtak, azoknak lett-e hold alapkezelőjük. Azt nem tudjuk, hogy mi történt. Ugye abban a közösségben, abban a társaságban én jártam, ott van jó néhány, hogyha most ezt arra fordítod le, hogy mi az anyagi, nem hogy csak a sikeres. Miért a hold alapkezelő, az csak anyagi siker? Nem csak, de akkor azt mondom, hasonló sikertörténetek vannak Kolozsváron és Marosvásárhelyen is. Örülök. Akkor na, ez a kérdés. Szóval, hogy nem értékelem ezt nagyobbra. Valószínű, hogy ebben a szektorban nem tudtam volna ott dolgozni. Meg hát jó, meg ugye, tehát azért ugye sok minden, óriási szerepe van a szerencsének, és igen, azért azt egyértelmű. Mondani, hogy ott is pont ugyanaz nem, a szerencsé. Nem. Tehát egyértelmű, hogy nekem óriási szerencsém volt. Tehát én ezt soha nem vitattam. Mindig óriási szerencséje van. Aki él, már annak óriási szerencséje van, aki megszületik. Szóval, na jó, tehát az is semleges, na, hát érdekes. És akkor várj, még egy kérdés, amit még csak tőled fogok megkérdezni. Bár lehet, hogy ezt már Tamástól is. Már lehet, hogy már Tamás is tud rá majd válaszolni. Tehát, hogy én nem tudom ezt. Tehát én tényleg nem tudom. Én mindig taposok itt emberek lábára, és csodálkozom, hogy emberek sziszegnek. Szóval létezik-e olyan félelem, hogy ilyesmiről nem illik beszélni? Mert tehát arról beszélni, mert majd mindjárt később fogok erről beszélni, hogy jobb Budapestre költözni, nem Budapestről, mint ott maradni. Mert hogy akkor azt hiszem, hogy emberek azt hiszik, hogy hogy fognak majd duzzogni azok, akik nem költöztek Budapestre, hogy az ő helyzetüket kvázi rosszabbnak ítélem meg. Van ilyen? Szerintem nincs. Nincs? Szerintem nincs.
Tehát én azt gondolom, hogy a Budapestnek van számos előnye, iszonyú jó itt lenni, tehát hogy az biztos, hogy a mindennapok is jók, meg egyébként az elmúlt negyed évszázad is nagyon-nagyon jó, de nagyon jó lehet máshol is élni, meggyőződésem. Ez kicsit ahhoz tudom hasonlítani, Zsolt, hogy hú, milyen szép természeti adottságai vannak egy-egy régiónak, és akkor kiderül, hogy ezekből a régióból 1000 van, csak itt az európai környezetben, és így tovább. Szóval, hogy nyilván az a környezet, amiben élünk, az én azt gondolom, hogy valamelyest torzít bennünket, hiszen ebben törtjük a mindennapjainkat. De, vagy ez olyan, mint tudod a gyerekkor, hogy ahol felnősz, ahhoz erőteljesen ragaszkodsz, és ahogy idősödünk, egyre inkább ezek a nosztalgikus dolgok megjelennek benned, megjelennek bennem is sokunkban. Tehát, hogy nem láttam erre vonatkozó statisztikát, de azért meggyőződésem, hogy elég sokan költöznek mondjuk nyugdíjas éveikre vissza részben vagy egészben Magyarországra, még akkor is, hogyha nem itt töltötték a felnőtt éveiket. Na, azt meg tudom érteni. De és akkor, na most már akkor közelítünk a harmadik, második vendégünkhöz, mert van egy kisebb ugrás, ugye, amikor nem külföldre költözöm, már erről beszéltünk, amikor városba költözöl, pláne Budapestre költözöl, mert, és szerintem azért azt, hogyha elvonatkoztatunk az érzelmektől, mert hiszen máshol is jól tud érezni magad, és maradunk objektív, mondjuk a gazdaság talaján, akkor nem Budapesten vagy nagyvárosban mondjuk leélni az életedet, az gazdaságilag és társadalmilag is egy óriási deficit. Mert, és pláne a külföldhöz képest, ugye nagyobb váltás egy faluból Budapestre költözni, mint Budapestről Londonba mondjuk, gazdaságilag is, és pláne társadalmilag is. És nagyobb nyerés faluról Budapestre költözni, mint Budapestről Londonba akár, és kisebb út, hát ugye nem kell repülőzni például. És volt, és akkor gyorsan a gazdasági részét ennek, ugye volt egyszer egy címünk, az volt egyik adásunk, az a cím, hogy a vidék luxus, és a lányok kijavították a vidéki luxusra, mert ezt nem értették, hogy mi az, hogy a vidék luxus. A vidék luxus, az kedves hallgatók, az, hogy a város az a munkamegosztás fellegvára. A specializáció, a hatékonyság, ennek következtében itt magasabb a bérek, itt sokkal nagyobb kapcsolati tőkét lehet építeni, hiszen az emberek itt vannak összezárva. Erről lemondani rendkívül drága luxus. Ha valaki kimarad ebből, akkor a valódi vagyonod, ami a képességeid, mondjuk egy átlag, ugye Elon Musk gyerekének nem, neki a örökölt vagyon lesz a nagy vagyona, de egy átlag embernek a valódi vagyona az a képességeid. A tanulás ezért fontos. A jövőbeli keresőképességed jelen értéke, és az egy városban sokkal magasabb. Tehát a város az egy olyan táptalaja, ennek a olyan gazdasági táptalaj, ahol ez sokkal inkább tud virágozni. És nem az számít, hogy de van egy ingatlanom abban a faluban, ami elnéptelendik, és már nem az nem vagyon. Ahhoz képest, amit az ember egy városban össze tud magának rakni, ahhoz képest az nem vagyon. Az nem gond, hogy azt elengedi az ember. És na és akkor van még egy probléma, az a status quo bias, ugye, hogy nagyon nehéz kiszakadni abból, amiben beleszoktál, és én azért mindenkit bíztatok, tehát a megszokásokkal való szakítás, attól biztos, hogy jobb az élet, nem csak itt, hanem más tekintetben is. Eleve ugye azt kell, hogy le kell győzni a status quo bias-t. Ha valaki változtat, akkor az a változás annyi pozitív hozadéka kell, hogy legyen, hogy a status quo bias-szal is képes legyen az ember szakítani. És akkor itt van velünk Kovács Tamás, ő üzleti elemző a cégünkben, és Tamás, azt hiszem, pont amikor ilyesmiről beszéltem, azt a podcastet hallgatva ébredtél rá arra, hogy valóban lehet Budapestre jönni. De akkor átadom neked a szót. Szia! Sziasztok! Igen, Zsolt, nagyon érdekes dolgokat mondtál, és én teljesen ezen a folyamaton mentem keresztül, ugye, amiket mondtál, hogy a változás nehézsége, én pontosan ezekkel a dolgokkal küzdöttem meg, illetve az, hogy gyakorlatilag én úgy éreztem, hogy a Hold alapkezelő engem szinte hívogat, tehát nekem úgy alakultak a dolgaim. Mindjárt belemegyünk egy kicsit ebben. Sok tényező együttállása volt, és gyakorlatilag azon vettem magam észre, hogy itt dolgozom, és most itt beszélgetek veletek. És Tamás, nehogy összeomlik, tehát Tamás nem Nyíregyháza a legnagyobb zsenie, ugye? De nem volt Rózsa Gyurival veled műsor, hogy 17 jegyű prímeket oszt fejben, nem voltak ilyenek. Mondd el magadról, légy, hogy hova jártál iskába, hol dolgoztál korábban, bár ezt mindig utálom, hogyha egy podcastban ilyen esmiről beszélnek, de most ez nem egy dögunalmas udvarjársági formula, most ez tényleg érdekes, hogy Tamás
Milyen úton jutott el oda, hogy most akkor itt nálunk dolgozik? Igazából én is közgazdászként végeztem, én nem a Corvinuson, mint itt sokan, megmondjátok, én a Miskolc Egyetemen tanultam, és tehát vidékiként én ugye a munkahelyeim mindig úgy alakultak, hogy én dolgoztam multiknál is, termelővállalatoknál általában. Melyik városok? Nyíregyházán. És, de igazából a tőzsde, meg a befektetések világa az mindig közel állt hozzám, és valahogy a munkahelyek viszont ezt nem vették le. Tehát nem tudtam olyan helyen dolgozni, ami igazán érdekelt volna. Úgyhogy emiatt a munkahely mellett én mindig a szabadidőmben foglalkoztam a tőzsdével, és ez a világ, ez annyira érdekesnek tartom, hogy ezt nem tudtam a mai napig elengedni, és gyakorlatilag, mivel ez egy folyamatosan része az életemnek ez a terület, mindig keresem a kapcsolódási pontokat, és a Hold After Hours-t elkezdtem hallgatni 2021-ben, és így indult meg ez a történet. Igen, Tamás bevonzotta. Örülünk, nem botont, hogy... Abszolút. Nagyon érdekes a sztori egyébként. Annyit akarok mondani, hogy az vitathatatlan, hogy a város, a nagyvárosok, és minél nagyobb városok valószínűleg annál több lehetőséget tudnak adni. De szerintem egyébként az életminőséget nem föltétlenül javítják. Tehát ugye, és ez az én véleményem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen iszonyú nyüzsgésben élni, mondjuk Budapest nem is annyira, tehát azt gondolom, de hogy egy nagyon nagy nyüzsgésben élni, és rengeteg időt tölteni azzal, hogy A-ból B-be eljuss, az nem, az én ismerőim szerint, vagy az én nem az életminőségnek a jó oldalát mutatják. Tehát én sokkal többre tudnék, sokkal többre értékelek egy kisvárost, és ma én úgy is élek egyébként, hogy nem tudom, durván 10 percre vagyok a munkahelyemtől, 10 percre vagyok a gyerekek iskolájától, 10 percre vagyok a szüleimtől, 10 percre vagyok a testvéremtől, és ebben a sokszögben élünk, és néha úgy érzem, hogy ez nem Budapest. Tehát hogy én sokkal kevésbé, viszont hogyha akarok nagyvárosban lenni, akkor még 10 percet hozzáteszek, és akkor ott vagyok bármilyen kulturális eseményen, vagy egy kocsmában, vagy egy étteremben. Szóval hogy a lehetőségek ilyen széles körűek, az brutális. Tehát az urbanizációnak ez nyilván nagyon-nagyon nagy előnye. Tamás, te például milyen kényelmetlenségeket válasz most jelen pillanatban, hogy itt tudj dolgozni? Beszélj arról egy kicsit. Érdekes, hogy ezt mondod, meg ahogy fogalmazol. Külsősöknek valóban így tűnik, hogy ez kényelmetlenség. De mi? Hogy ide kell utaznom, ingáznom kell. Nyíregyházáról. Igen, Nyíregyházáról, ugye heti kétszer. De az az érdekes, hogy mivel úgy érzem, hogy megtaláltam a helyemet, nem érzem ezt kényelmetlenségnek és nehézségnek. Tehát mások annak látják, valaki ki is mondja, valaki nem mondja ki, de látom rajta, de hogyha az ember azt csinálja, amit szeretne, meg a céljaiért tesz, akkor ezek nem nehézségek. Vonatozol, nem? Igen. Késnek a vonatok? Az se kényelmetlenség? Késnek, nem probléma. Nem, azért nem, mert... Semmi nem probléma. Mert itt a oldalak közben nagyon rugalmas, nem? Tehát igen, igen. Igen, ezt például Botonnak lehet köszönni részben, mert ismerünk olyan pénzügyi szektorizét, ahol nem ilyen rugalmasak a dolgok. Nem tudom, hogy ott például ez megtörténhetett volna. És aggódsz-e valamiért? Tehát, hogy érted, amikor ezt a döntésre jutottál, akkor biztos aggódtál valamikért, meg biztos örültél valaminek. Erről egy kicsit beszélj, hogy mit vártál? Azt mondtad, hogy a tőzsdéhez közelebb kerülni. Igen. Családod van otthon. Kicsit hagyd beszéljek arról, hogy ez a folyamat, ez hogy történt. Tehát eleve ez a tőzsdei vonal, hogy igazából ugye én vagyok a tipikus, szerintem kisbefektető, mindent átéltem, amit a kisbefektetők átélnek, tehát ezeket a emelkedőket, hullámvölgyeket. Ezért is szerettem a podcastet, mert amikor titeket hallgatlak, akkor azt érzem, hogy nem vagyok egyedül, mert egyébként én ezekről a dolgokról senkivel nem tudok beszélni. Tehát teljesen egy magányos emberként éltem ezt meg. Senkivel az égvilágon ezeket a dolgokat nem tudtam megbeszélni. Az együttszopás öröme, ugye? Így van. És amikor titeket hallgattalak, akkor rájöttem, hogy hát én nem vagyok egyedül. És borzasztó szimpatikus volt, ahogy beszélgettetek, mert a többi, ugye már vannak pénzügyi témájú podcastek,
és ugye mindenhol csak azt hallja az ember, hogy elképzeli, hogy öltönyben ott ülnek, megmondják a tutit, tehát egy ilyen tévedhetetlen álca mögé bújnak a sok esetben a, mondjuk a bankárok. Nálatok pedig azt láttam, hogy pólóba leültök, beszélgettek, véleményt cseréltek, sok esetben nem egyezik a véleményetek, de mégsem veszekedtek. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy lehet úgy véleményt cserélni, beszélgetni, hogy nem estek egymás torkának. És azt is nagyon szerettem a podcastben, hogy ti arról is beszéltek, hogy ti sem vagytok tévedhetetlenek. Tehát nektek is vannak rossz döntéseitek, jó döntéseitek, tehát nagyon emberszerű volt ez az egész dolog, és ezért imádtam hallgatni, hogy szinte azt éreztem, hogy itt ülök veletek. Ezt Zsoltnak köszönhetjük. Ezt nekem köszönhetjük, de hadd mondjam, tehát ezt megkaptam kommentben. Boomer lelkületű barátaimtól, hogy lehet azt írni, nem tudjátok, hogy merre megy a tőzsde, hogy lehet ilyeneket mondani egy volt kezdve. Mehet tovább, bocs. Így van, így van. Tehát nekem ez pont ez a szimpatikus, hogy ti se tudjátok. Viszont lehet olyan döntéseket hozni, ami ugye valószínűség alapján előre visz. Tehát volt egy ilyen kiindulási pont, hogy én először ezt éreztem, hogy ez egy borzasztó szimpatikus közeg, illetve ti voltatok nagyon szimpatikusak. És utána ez az egész szépen felépült olyan irányba, hogy jöttek vendégek ugye a podcastbe, munkatársak, tulajdonosok, Botond beszéltek privátbankárok, portfóliókezelők, Csertomi, Móricz Dani, és mindenkiről azt éreztem, hogy borzasztó szerény, szimpatikus ember. Én nem vagyok szerény, tiltakozom. Te vagy a kivétel. Te vagy a kivétel, igen. De alapvetően azt éreztem, hogy ez egy olyan közeg, ahol nagyon jó lenne dolgozni. De megmondom őszintén, hogy még ezek után sem volt a fejemben az, hogy nekem itt kell lennem, hanem a sztori mindig úgy épült fel, hogy egyre közelebb kerültem a Hold alapkezelőhöz. Ugye minden a kezemre játszott, tehát ugye alapvetően a COVID teremtette meg a lehetőségét annak, hogy itt lehetek, mert ugye a home office, illetve a hibrid munka, gyakorlatilag ez adta az eszközt a kezembe, hogy hoppá, én nekem nem feltétlenül kell lakhelyet váltanom, hanem gyakorlatilag egy ilyen hibrid módszerrel is itt tudok lenni, és részes tudok lenni itt a cég életének. Most, hogy visszagondolok, így visszatekintve, nem is értem, hogy mi volt ebben a nagy döntés. Akkor ugye most ilyenkor az ember sokan ilyenkor, lehet, hogy mások is mondogatják, hogy nem pont a Hold alapkezelő, de Budapesten jönnek meg, stb. És szerintem sokak felsorolják magukat, hogy de hát nem lehet, mert A, meg B, meg C. Gondolom, te is soroltál ilyeneket. Most szerintem ezeknek az embereknek kicsit 70%-a csak kifogást keres. Tehát valójában az A, meg a B, meg a C, az nem, valójában nem létezik. Inkább becsapják magukat, sőt szándékosan, hogy ne kelljen ezt a státuszkobályaszt leküzdeniük. Milyen? Neked mi jutott ilyen eszedbe? Hogy jaj, azért nem csinálhatom. Volt ilyen? Igazából nekem azt kellett leküzdeni, és az borzasztó nehéz volt, hogy ugye én az előző munkahelyemen több mint 10 évet voltam, és a megszokás. Tehát azt vettem magamon észre, hogy azt érzem, hogy én nem is vagyok erre, ennél többre képes. Tehát, hogy az úgy gondolom, amit te is szoktál mondani, hogy az emberek saját maguknak építenek fel egy falat, és a saját buborékjukban vannak, amiből nagyon nehéz kitörni, és én ezt éreztem, hogy vágytam a változásra, de mégis a kényelemben voltam, és ez gyakorlatilag nagyon sok időn keresztül visszatartott. De amikor már ugye a Hold podcastek hatására ennyire ugye közel kerültem a céghez, így lélekben, akkor viszont ezeket a gátokat kezdtem lebontani. És amikről te beszéltél, tehát hogy ilyen dolgok számítottak a döntésben, ugye nekem is vannak gyerekeim, és amit te mondtál, hogy erre nevelem őket, hogy próbálkozzanak, tanuljanak, keressék a lehetőségeket, és én legyek az, aki pont az ellentétjét csinálja. Tehát nekem pont, hogy nekem kell példát mutatni a gyerekeimnek, és ez egy fantasztikus dolog, hogy ezt fogják látni, hogy én ezt megtettem, és gyakorlatilag bármit lehet csinálni.
csak akarni kell, ez a lényeg a sztorinak. Terveid szerint áthozod a családot is Budapestre majd? Nem tudom, hosszú távban még nem gondolkodom, most még a gólöröm fázisa van nálam. Ez úgyhogy, nagyon jó, hogy, ez nagyon jó. Nekem ebben is kell fejlődnöm, tehát ki kell élveznem, hogy itt vagyok, és most azt érzem, hogy a helyemen vagyok, és innentől kezdve pedig alakulni fog a dolog. Pontosan is, pontosan, de ezzel is tudsz megmondani valamit. Tehát, hogy nem az a baj, hogy sokan elképzelik, hogy úristen, és akkor mi lesz majd 10-15-20 év múlva, nem kell elképzelni. Tehát ha következő egy hónapban ez egy pozitív változás, egy kis változás, egyelőre csak Tamás ingázik ide, egy kis változás, pozitív változás, majd meglátjuk, hogy mi lesz fél év múlva, meg egy év múlva. Nem? Azt tudod, hogy van olyan kollégánk, kolléganőnk, aki a Covid ideje alatt elköltözött Budapestről, és úgy ingázik. És viszonylag messze költözött. Tehát, hogy ilyen 200 kilométer, 150 kilométer, most nem tudom pontosan, de egy viszonylag messze, mert ő arra vágyott. Szóval ez egyébként ez érdekes, mert szerintem sokan vágynak arra, vagy sokaknak az életminőségét javítja a vidéki nyugalom, és hogyha ezt egyébként tudják ötvözni egyébként a nagyvárosi nyüzsgéssel, lehetőségekkel, munkavállalással, lehet, hogy jobb mix Zsolt, mint hogyha Zuglóból jössz az alkotásút 50-be. Attól függ, hogy akarsz-e bridge-elni, bridge bajnokságban, táncolni, focizni, na hát pontosan, szóval azért még pontosan, vannak problémák. Pontosan. De azért azt mondom, hogy azok a Nyíregyháza méretű kisvárosok, azok nagyon jók. Figyelj, itt felpattansz a biciklire, minden ott van. Nem tudnál táncolni és bridge-elni. Én tudom, hogy nem tudnál ott táncolni és bridge-elni. Hát bridge-elni, Marosvásárhelyen biztos, hogy tudnám. Most négy ember le tud ülni bridge-elni, de... bajnokságban. Ja. Igen, ezt nem, valószínű, hogy nem. Igen. Figyeljetek, hányan, akik közül, ismertek-e olyat, aki elment, és megbánta, és visszament? Hányan költöztek vissza, mert nem ciripelnek a tücskök? Mert dudálnak az autók Budapesten. Csiringelnek a villamosok. Jaj, és nincs mozdonyvezető a 4-es metron. Ismertek ilyen embereket? Én többet ismerek, aki kiköltözött az agglomerációba emiatt. Szerintem az nem ugyanaz. Lehet, hogy nem ugyanaz, de alapvetően ez volt a... Nem ebben szocializálódtak ebbe, amiben, tudod, más valószínű felnőni a Tölgyfa utca 14-be, és más felnőni egy agglomerációhoz hasonló környezetben. És én nekem valahogy az meggyőződésem, hogy 10 emberből mondja 6-7-nél valószínű, hogy ezek a gyerekkori, ifjúkori szocializációk, ezek nagyon erősek. És nem biztos, hogy csak időskorban jelenik meg ennek az igénye, hanem néhány év után tud jelentkezni. Az én környezetemben egyetlen egy ember van, aki... ugyanezt az utat járta be, mint én. Gyakorlatilag ez egy példa volt, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát igazából másoknak is az eszébe jutott. És az én szempontomból én úgy gondolom, hogy nekem az, hogy Pestre járok dolgozni, ez a lehetőséget jelenti, a fejlődést, a tanulást. Tehát nekem a komfortzónából való kilépés jelenti ez. Én ismerek egyet. A közgázon volt egy csoporttársam, úgy is hívtuk, hogy Nyíregy, és ő volt az ember, aki amikor mi lementünk, akár már csak a második órára mentünk a közgázba, ő akkor jött ki a közgázpincéből. Lehet, hogy ismered. Na figyeljetek, itt egy illusztráció egyébként, amiről szerintem akkor is beszélgettünk. A mi hallgatóinknak a 60% a budapesti, a következő három a második legnagyobb város Dublin, a harmadik Bécs, aztán Debrecen, Szeged, Győr, London, Székesvár, Ért, Pécs. Üdvözlünk mindenkit. Nyíregyháza 44. legnagyobb. És a legérdekesebb, két legérdekesebb. A legkisebb település, amit találtam, az Tiszamogyoros. Ez egy 715 fős település, és szerintem egy komoly kis közösség alakult ki, aki ezt hallgatja, mert elég nagy számban hallgatják. Másik Hanoi, Vietnám. Jó reggelt, Vietnám. És tehát Tiszamogyorosoknak mindenképpen gratulálok. Tehát elég kevés olyan házban laktam, aminek ennél kisebb volt a lakóközössége, mint Tiszamogyoros lakossága. Úgyhogy üdvözöljük minden hallgatónkat, Tiszamogyorosom, és írják meg, hogy sikerült ott egy ilyen közösséget kialakítani. Mondjatok valamit. Például mit üzentek Tiszamogyorosra, hogyha már más üzenetetek nincsen?
Szóljanak a szomszédoknak, hogy hallgassák Zsoltot. Igen, hozzanak még egy embert. Igen, ez jó. De ha valaki úgy érzi, hogy nem érzi jól magát, hiszen magyaroson, akkor váltson. Bátran váltson. Lehet csak Nyíregyházára is, tessék. Ott megörült egy hely, vagy már betöltötték? Nem tudom. Nem tudom. Na, hát akkor ha nincs több hozzáfűzőtől, akkor köszönjük szépen, fiúk. Nagyon unikális tartalom. Nekem van egy ötletem még így a végére, Zsolt. Téged lehet, hogy ki kellene költöztetni egy hosszabb időre vidékre. Nem kéne. Hogy ismerd meg azt a... Sosem tudod. Hát ameddig nem tapasztalod, meg nem ismered, addig nem tudod. Velencén van telkünk, megőrülök. Nem, az vigyázz, nem ugyanaz. Megőrülök. De ezen dolgozni fogok. Megőrülök. Nincs tánc, nincs foci, nincs bridge, csak ezek nincsenek. És mi nincs még? Nem is tudom, mi nincs még. Neked mi hiányozna? Van egy csomó minden más, ne felejtsd. Nincs, ez nem igaz, hogy van. Nincs. Mondj egyet. Ezt kérem, mondj egyet. Már a csend az egy nagy... az egy. Nem az. De. Tamás, mondj valamit. Mi az, ami hiányzik Nyíregyházáról? Én egyébként kicsit a botond vonalát képviselem ilyen szempontból. Nekem most ez tökéletes, tehát hogy itt is, ott is. Nem akartam elszakadni, de mégis a változást kerestem. Kis lépések politikai. Emeltem a mutatóujjam Zsoltnak, aki nem látta, hallgatok, nagy részt nem látja, hogy figyelj Zsolt, nem akart elszakadni. Túl sok a vidék itt a stúdiónkban ma. Hát az egész, szerintem az egész Holdban viszonylag sokan vannak, akik nem budapesti születésűek. Tehát most majd nézzétek, de a meggyőződésem, hogy a többségük az nem budapesti. Jó van, na hát akkor köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Na és akkor Balázs, te mit üzensz Tiszamagyarósra, a tiszamagyarósi hallgatóinknak? Üzenj valamit nekik te is. A hallgatók már meghallgatták ezt az adást, én meg nem, mert nekem nem küldted el, úgyhogy nem tudom, mit kell üzenni. Mit üzensz a tiszamagyarósi hallgató? Tiszamagyarós egy 750 fős település. És ott most sokan meg fogják hallgatni? Sokan hallgatják. Mert a Tamás onnan jött. Statisztikánk van arról, hogy sokan hallgatják. Mit üzensz nekik egy 750 fős település? Jöjjenek el, és tanítsák meg Balázs kukoricát törni. Mindenkit várunk a Jazz Club ajánlásunkon. Ott is, és kukoricatörés fog lehet nekünk tanítani, mert nem, különben Orbán Viktor nem hozzánk beszél. Na, figyelj, hosszak vagyunk, most kihagyjuk az RBM-t, azt átrakjuk jövő hétre. De most miért semmi, ezt mehet bele. Na jó, oké, az van, hogy Manhattanben az ingatlan árak... Mi ez? Home sales, nem, a sales 38%-ot esett. Örülélte az áresnál 38%-ot, lehetne belőle nagy hír, de nem. Én lennék az ember, aki a zuhan, az összeomlás meg. Van, aki a kínai ingatlan összeomlását várja, te meg a Manhattan ingatlanokért. Hát, én az összes többiét. Egyébként tényleg, felosztottuk a világot. Így van. Tehát 5%-ot estek az ingatlan árak is. És figyelj, én egy rendes oknyomozó elemző vagyok. Én benne vagyok egy Airbnb csoportban, ahol az Airbnb-t kiadók nyafognak. Mindig nyafognak, mindig mindenki mindenhol nyafogna. Hát ezek egyfolytában nyafognak a bunkó vendégek miatt, meg hogy nem tudnak kiadni. Képzeld, két részre bomlott az Airbnb piac. Vannak a nagyon jó lakások, azokat viszik, mint a cukrot, azok mind tele vannak, és van az alsó, nem tudom, 50-60%, az meg üres, és pang, és nyafog a tulajdonos, és anyáznak mindig, ha valami új, valaki boldogan, büszkén kirakja, hogy nézzétek, elkészült a lakásom, és most én is beszállok az Airbnb piac, és akkor ott anyázzak, az anyára, tehát tele van a piac, hát ne, ízért, na hát szóval én követem, rajta tartom az ujjamat a Airbnb, az ingatlan. A Manhattani lakáspiac ütőerén rajta vagy. Minden. Jó, ezek magyarok. Nem a Manhattani Airbnb piacot hallgatom. Na, de elnyomás van, meg meritokrácia. Látod, itt is kialakult ez. Ha a legjobb vagy benne, akkor jó lesz. Ha mint mindenben, akkor lesz jó. Az Airbnb-ben is. És egyébként ezt azt raktam össze, itt egy konkrét ár, elemezhetünk. Fölrakta valaki, hogy nekem van egy, nem is tudom, hogy egy villám, amiben van mondjuk 6 lakás. És az ingatlan irányára 525 millió forint, és nagybetűkkel évi 20-24 millió forintot könnyen kitelmernek a lakások. Érted? Értem. Pontosan 50 millióval kevesebb, mint a államkötvény jövőre. Nagyon. Pontosan. Tehát ez egy évi 4-4,5% hozam. Hát kedves Airbnb eladó, hát ez a hülye, aki megvesz egy ilyen lakást, ami évi 4% hozamot hoz. Ezek pont úgy szopják meg, mint az idióta traderek. Tehát csak más az eszköz. Tehát vett egyet, jól ment. Tehát ugye most összehasonlítunk egy reál eszközt, egy nominális eszközzel, amit nem szabad.
mert ugye ráleszküznek ugye az egy növekedésre. A pszichológiát hasonlítom össze. Tehát a ingatlannak majd, ahogyan nő a gazdaság, várhatóan emelkedik az értéke, meg emelkedik a bérleti díj, a kötvényt meg megvetted egyszer, akkor azt ki tudod számolni, hogy az milyen jó vagy milyen rossz, ha nem megy csődbe, akkor kifizeti, amit ígér, de például növekedni nem fog neki a cash flow-hoz képest, mint amit vársz. Jó, de ezt az összesítást te tetted meg egyébként. Tudom, de hát láttam rajtad, hogy azt várod, hogy ilyen demagó populista legyek, és beálltam a sorba, hogy segítsenek. De nem, én most a pszichológiát hasonlítom az idióta traderekhez, mert itt tényleg azt történt, hogy egy-két ember elkezdett Airbnb-zni, jól ment, nagyon jó, akkor most már 5 lakása van, és az 5 fog ráomlani. Kedves ingatlanban utazók, mert hogy az biztos. Na figyelj, hát ez nagyon jó volt. Hát Hugh Grantet a múltkor átugrottuk, mert pedig már múltkor is befért majdnem az adásunkba, de most abszolút befért az adásunkba. Hugh Grant nagyon, nagyon szomorú, ugyanis azt mondja, hogy a filmforgatások olyan furcsák, az emberek többé nem isznak és esnek egymással szerelembe, hanem mobiltelefonoznak, hazamennek és twittereznek. Annyira szomorú, mondja ő. És erre Colbert egy ilyen talkshowban volt, a host megkérdezte, hogy figyelj már, akkor ha nem lennének telefonok a forgatáson, akkor sokkal több affér lenne. És akkor annak a Colbert nyilván örülne, akkor hogy az jó egy ilyen talkshow-hoznak, nem? Hogyha több az affér. Persze, és akkor és akkor Grant azt mondta, igen, biztos, úgy gondolom. Például Tarantino megtiltotta a forgatáson a telefonokat, teljesen igaza van, mondta Hugh Grant, és az emberek ott egyfolytában szexelnek egymással, azt mondják nekem. Na, tessék, ehhez mit szólsz? Hát figyelj, milyen együtt érzek vele? Én mindenkivel együtt érzek, aki twitterezik, ahelyett, hogy... Tehát, hogyha tényleg emiatt behalt ott a buli, az nagyon rossz. Hát is Hugh Grant, ő még azért a nagy a ős korszakban. Igen. Ott még szerintem. 20 éve még. Ott még nem twittereztek. Na, és akkor ha már Hugh Grant-el egy platformon vagyok, ahol kielemzem a múltkori Lifszeg deficit pollunkat, mert azt nem elemeztük ki. Tessék, az volt a kérdés, hogy a Lifszeg deficit mekkora, nem mondom el. Micsoda? De Jézusom, ilyen pollunk van? Ilyen pollunk van. Legutóbb azt hallottam, hogy bögrékre írsz rá hülyeségeket. Pollunk még nincs ilyen, de nem rossz az. Pollunk. Na, a 30% szerint fájóan nagy a Lifszeg deficit, együtt tudok velük érezni. Van 6,5%, akik szerint fájóan kicsi. Ez érdekes. Nem kapsz visszajelzéseket arra, hogy mennyire rosszak ezek a kérdések? Abból is látszik, hogy kevesebb. Ezek nem rosszak, hogy ezek kurva jók. Hát itt van. Akik a fájóan kicsi, azok kik nem is, az már nem is tudom. Ja, Istenem, pedig az annyira kielemeztem. Itt vannak a... Itt van az a legkiegyensúlyozott. Az négy ember, aki erre szavazott, Zsolt. Ez igaz. A legkiegyensúlyozottabbak, akik azt mondták, hogy nincs is ilyen. Akik elégedettek a liftezés mennyiségével, bármennyi is legyen az. Aztán itt van a mi van. Mint aki nem érti a kérdést. Ez 7-11%. Ezek nem... Gyerekek, készülni kell a válaszra. Meg kell hallgatni előtt az adást, és akkor érteni fogjátok. Nem lehet séróba lehízni a tesztet. És a kedvetekért, az 5 éves hozam számít, 45%, tessék. Mi az, ami kárpótolja az embert a lift deficitért? Az 5 éves hozam az. Na, és az idei, az eheti polt, azt Balázs fogja összerakni, ha már folyton anyáz, ígérem, hogy unalmas válaszok és kérdések lesznek. Tudod, szerinted mennyit nő az amerikai reagazdaság idén? 0,5%, 0,75, 1,25, másfél. Ezeket lehet majd mondani. A szívemben szólt, pontosan ezeket a típusú pollókat rakja össze, de mindenki szavazzon, hogy Balázs ne szontyolodjon el, hogy ő csak ilyen unalmasokat tud, ami senkit nem érdekel. Mennyi lesz az amerikai szolgáltatási infláció idén? Nagyot pollozunk ezen a héten. Na. Nem lesz itt lipszex, érted? Nem lesz lipszex. Pedig, tessék, itt van egy mondat, több 20-34 éves fiatal amerikai dolgozik, ember, férfi dolgozik most, mint bármikor az amerikai históriában. Ez egy mondat. A másik mondat pedig az, hogy a UK-ből van, a UK bosses. Ez vicces ez a kategória, UK bosses. Mit szólsz ez a UK bosses? Ez mint a magyar főnökök, csak ezek a UK bosses. Igen, de nem, hát ez a bosszot, hogy te túl erősnek találod ezt a bosszot, hogy így... Hát hogy nem, úgy vicces ez az ember kategória, a bosses. Munkaadót kellett volna. Ja, mondjuk. De ez viccesek. Gratulálok a Bloombergnek, egy vicces cég.
vicces címet adtak. Na, UK... A munkaadók ipari szövetsége. UK bosses, azzal próbálják a Gen Z, az Z, nem tudom, az biztos az idióták, az avokádok. A Z generációt azzal próbáljuk behívni, hogy early finish Friday van, hogy pénteken alig kell dolgozni. Mert hogy a pandémia utáni munkakrízisben sokkal nagyobb az igény a izékre, de a munkavállalóknak meg a work-life balance-ra nagyobb az igényük, és ezért arra kényszerítik a bosszokat, hogy improvizáljanak. Na, üzenet a fiataloknak, így könnyű haladni. Tehát a Goldman Sachsnál még 100 órát kellett dolgozni egy héten, hogy kitűnjél, most már 40 órát. Nem, Balázs? Hát, tényleg nem szabad azt sem, mint a többi hülye gyerek. És ki fogsz tűnni? Hát, most mit csinálsz, ha csak 30 órát dolgozol? Hazamész kutyát simogatni? Aztán meg nyafogsz, hogy nincs lakásra pénz. Miért én hazamennék kutyát simogatni? Nem, mit csinálnak ezek? Hát, kutyabarát munkahelyek lesznek, Zsolt. Ja, akkor hazamegy tiktokozni, hát látod, az izének is az a baj. Majd megengedik, hogy kutyabarát munkahely legyen. De mégis early finish Friday, akkor mit csinálnak ezek? Hazamennek és tiktokoznak? Hát mert azt csinálják, hát Hugh Grant is megmondta. Tehát, hogy gyerekek, ott kell maradni a munkahelyen 50 órát, és olyan izétek lesz karrieretek, hogy fütyül. És lesz buli meg. Az biztos, és akkor és lesz buli. És minden lesz a végén. Az lesz, nem TikTok buli, igazi buli, amit még mi felnőttek csináltunk anno. Na, figyelj, nincsenek shortcutok. 40 órát kell dolgozni ez a Goldman Sachsnál még mindig 40 óra fölött dolgoznak. Embertelen körülmények. Nem lett még 100-ról 40, de szerintem az irány az ez valóban. Így van. Na megmondom, mivel lehet. Kell pénzt keresni, itt van még egy mondat, konkordos egy mondatok. Az Eras Tour, ti Taylor Swift-etek csinálja, az Eras Tour 500 kötőjel 1500 milliárd dollárnyi. Mi van? Nem. Fél kötőjel másfél milliárd dollárnyi profitot fog hajtani Taylor Swiftnek. Ezzel lehet pénzt keresni. Ha legjobb vagy valamiben, sok munkát raksz bele, és nem a work-life balancodon nyafogsz, hanem mint Taylor Swift, nyomod az ipart. Vagy még mivel lehetsz pénzt keresni? Nem tudom, most a Taylor Swiftről az ugrott be, hogy 10 évvel ezelőtt volt egy ilyen show-ja, nemrég láttam a Victoria's Secret Angel-ökkel, és akkor ő énekelte a dalát. Tudod, hogy ilyen 180 centis nem attraktív. Ja, hiszem, hogy jól néz ki. Igen. Tehát Lady Gaga kevésbé attraktív, de sokkal jobb zenész, és Taylor Swift magasabb és csinosabb, de talán kevésbé jó zenész. Na de hogy néztem, tudod, és ott felvonultak a Victoria's Secret angyalok, és tudod, láttam ilyen sort. Jó, hogy láttam. Tehát, durván néz ki, nagy buli van, nagyon rád mosolyog, nem tudom. Nem tiktokoznak. Igen. És tényleg elképzelhetetlen lenne ma már szerintem ez. Vagy hát, hogy van valahol, de hogy a... Mi? A világ nagyon megváltozott 10 év alatt. De melyik rész az első? Hát ez a jó csaj kultúra, ez a magas, vékony nő teljesen az etalon, és hogy ezt ilyen nyíltan lehet állítani, hogy ez a követendő. Ez egy kicsit változott, vagy nagyot változott az elmúlt 10 évben. És mi van helyette? Hát, hogy lesok volt. Mi van helyette? Küldök majd neked sorozatot. Mi van helyette? Küldök majd neked sorozatot. Mi van helyette? Tehát diverzebb az, hogy milyen a modelleknek a köre például. Ja, jó, de hát az kit érdekel, azok is jól fognak kinézni. Azok is jól néznek ki, csak hasonlítanak egy átlagemberre. Kevésbé ilyen. De azok igen nem tetszett. Én nem azokkal buliznék a 180 centi magas, vékony, Én nem azokkal szeretnék bulizni. Na látod, hát akkor neked megfelelnek ezek a változtatások. Jó, én nem tudtam, hogy mi lesz. Nem, féltem, én mindig minden változtatom. Taylor Swift egy 180 centis bomba nő, tehát érted? Na jó, de bomba nő vagy 180 centis 40 kiló. Tehát az nem mindegy, hogy 40 kiló vagy 70 kiló. Már ha 70 kiló, akkor rendben van, ha 40 kiló, akkor nincs rendben. Hát nem tudom. Nem tudom, hány kiló Taylor Swift. Jó. Na, tessék, másik, amivel pénzt lehet keresni, Goldman Sachs. 200 millió dollárt fektet 3 görög hotelbe, és többet is akar venni. Nekünk is vannak görög hoteleink, nem Balázs? Legalább bankokon keresztül. Görög bankjaink biztos vannak, azoknak meg szerintem vannak bank hoteljeik. Hát kitettsége legalábbis van rá, igen. Ha jó lesz a Goldman Sachs görög hoteljeinek, akkor a Holdbit alapnak is. Wow. Pedig Goldman Sachs Rose the World. Rose the Holdbit. Igen. Nem. Együtt. We rule it together. We rule together. Ez is egy jó bögre fel. Nagy babérokra tölt, Zsolt, itt a Goldman Sachs elé. Turul. Goldman Sachs és a Holdbit. Ez turul. De miért? Nem, mi ketten rulunk.
Ez már nagyon nagyon elmentünk, menjünk vissza. Igen, már a Taylor Swift-tel is, bocsánat érte. Miért? Hát, hogy itt elkalandoztunk. Te csak azt akartad, hogy mennyit keres, és azt tudtad, hogy ki az. Azt hittem, hogy Taylor Swift-től kérsz bocsánatot. Nem hallgatja. Majdnem biztos. Na, AI hiszti van. Erről írtam cikket is. Már megint hiszti van. Csak ebből nem tudom, hogy lehet-e pénzt keresni, majd a végén megnézzük, lehet-e pénzt keresni. Képzeld, azt történt, nem törődtem volna ez az AI hisztivel, de szembe jött. Elkezdtem hallgatni egy magyar podcastet a ChatGPT-ről. Mi volt? Volt egy műsorvezető, volt egy szakértő, meg egy újságíró, aki a AI-jal foglalkozik. Na most a szakértő szakértett 5 percet, majd az első megszólalása az újságírónak mi volt? Elkezdett nyafogni. Hát, hogy ezek elveszik a munkánkat. És a társadalom nem foglalkozik vele, és 5 digitális rajzolóból egy lesz. Ő már lehallott ilyenről, hogy 5 digitális rajzolóból egy lett. Fear and fearmongering, mint a COVID. És ezzel így nem foglalkoztam volna, mert már megszoktam. De erre jön Noah Smith. Noah Smith az egy szórakoztató közgazdász. Új Péter javasolta a hírlevelében, úgyhogy vindikálva érzem magam. Nem tudom, mit jelent ez a szó, de azt hiszem, ilyenkor szokták használni. Szóval és tudom, mit jelent. Vindikálva érzem magam, hogy csesztethetem vele a médiát, mert Új Péter küldte nekem. Érted, a média mogul. Na, és rohadt érdekesen ír Noah Smith, most például erről a mesterséges intelligencia média hisztiről, és itt a bevezetés, búrva jó, a dolog, ami a pályafutásom során állandó, hogy az embereket képtelenség rávenni arra, hogy a mesterséges intelligencióról bármi más megközelítésben gondolkodjanak, mint a munkahelyek elvesztése. Hát berehallgattam el a podcastot, hogy na jó, akkor innentől kezdve foglalkozok ezzel a hisztivel, mert tényleg... Mert az AI népi modellje, ugye a mesterséges intelligencia népi modellje az micsoda, hogy mindannyiunkat az utcára haigál kéregetni. Ez. És igaz ugyan, hogy évszázadok óta, tehát a szövőgép, sőt a kerék megjelenése óta automatizálódunk, és 2027-ben, 23-ban nem találunk munkaerőt. Tehát nem az van, hogy mindenki az utcán kéreget, hanem az, hogy nem találunk munkaerőt. De mégis, az automatizáció következő hulláma az mindannyiunkat kicsinál. Ez a hiszti megy, és az az igazság, hogy azért... De figyelj, mint már erről hisztizni is hiszti, mert tényleg egyébként egyetértek, nekem az, elmondom itt a saját benyomásaimat, hogy a barátaimmal, vagy minden ismerősemmel, családomat találkozom, akkor ugyanez valóban a vélemény, hogy jó, jön az AI, és akkor még nem lesz munkánk. De igazából mindenki nagyon könnyű meggyőzni róla, hogy ez hülyeség, elmondott, hogy jaj, a 19. században a mezőgazdaságban is így volt, és... De szerintem ez minden hisztivel így van. Nem? Hogyha leülnél vele, de nem, mert én leülnék az vele. Az a baj, hogy van olyan hiszti, ami valóban probléma. Csak nem, ez nem hívom. Attól függ, jaj, ne Balázs, ne csinálj. De ez nem az. Na de az de összes most... nem az. Ez is egy probléma. Tehát az a baj, hogy te a háborúkra is azt mondod, hogy hiszti. Mi van? Hát az orosz-ukrán háborúra is, amikor azt mondod, vagy a Covid-ra is azt mondod, hogy hiszti, akkor látom, hogy akkor neked nagyon rossz a hiszti mérőt. Tehát nem, ezek nagy drámák a világban. Most 2023-ban visszanézve 2020-at, azt tudod mondani, hogy a 2020 nem egy hiszti volt? Nem a hiszti éve volt? Voltak részei, amik hisztik voltak, de voltak, amik nem. Ugye 94%-a. Nem, az, hogy a média hogy írt róla, azt értem, hogy te úgy éled meg, de attól még ez egy komoly probléma volt. Na. A gazdaságban, a világban. Attól még hiszti? Na de figyelj, de most ugye... Nem az egész része hiszti, és ez nagyon fontos, és ez viszont tényleg egy hiszti, mert tényleg azt érzem, hogy az emberek azt hiszik, hogy el fogják venni a munkájukat, és meg kell őket győzni, hogy figyelj, lesz másik munkád, mint ahogy mindig volt a világban, de szerintem előbb-utóbb, és én azt láttam, hogy így meg, szinte mindenkit sikerül meggyőzni egy ilyen beszélgetésben, vagy csak tudod, nem tudom, hangosabban mondom, meg erőszakosabban, aztán a másik ott hagyja. De egyébként, és ez azt igazolja, hogy ez így van, hogy aztán olyan érzésén vannak, hogy még elmötülik egy év vagy két év, és feljön ugyanaz a téma, és megint ugyanezt a beszélgetést lefordítja. Pontosan, ugye? Tehát én is azt hiszem, hogy már mindenkit meggyőztem, hogy 2020 egy hiszti volt. Erre ti összintes megint. Az egy hülyeség, mert az nem volt hiszti. Na de várjál, megmondom, mi van. Tehát 2020-ban is ugye az újságírók rettették a saját rongyéletüket, és ezért behisztítették a társadalmat, és az AI-jal is. Ez a leghülyébb teóriája a világon. Ez nem a nem. Dehogy is. Na nem. Hát ez, hogy ez. Újságírók féltették az életüket, és azért is, dehogy is. Dehogy nem. Dehogy is. Na jó, mindegy. Az újságíró nem azért írt róla így, mert féltette az életét, hanem mert azt akarta, hogy olvassák, meg azt látta, hogy minden erről szól. Sok oka volt, az egyik az, amit én mondtam. Na de figyelj, és most is, már a média munkás pánikol, mert ChatGPT van, és az írni tanult meg, és ezért még jobban pánikolnak. Na, itt van, tessék, néhány izél, nagyon érdekes mondat ebből a Noah cikkből. Tehát az van, hogy a researcherek, azok már nem azt mondják, hogy elveszik a munkánkat, csak a média még mindig ezt riportolja.
ugye a klímaváltozás egy kicsit ilyen, és azt mondják például, hogy folyamatosan ugye a média miről ír, hogy mekkora munkahelyvesztés van, csak hogy mint egy 7 évvel ezelőtt volt a korábbi ilyen óriási hisztéria roham, és azóta, ő is ezt mondja, azóta soha annyian nem dolgoztak Amerikában, mint most. Aztán, és akkor itt van egy nagyon jó összefoglalás, mert hogy mit mondasz a munkásnak, ugye mit mond a média? Következőket mondhatod. Figyelj, kapsz egy új eszközt, ami a munkád unalmas részét automatizálja, és így egy sokkal jobb munkát végezhetsz, több felelősséggel, és akár még fizetésemelésed is lehet. Hát ennek örülni fog. Ugye pedig semmi más nem mondtuk, mint hogy automatizáljunk. Akkor a középső az, hogy figyelj, a hátralévő éveidet azt folyamatosan újra kell téged tréningeznünk egy másik elfoglaltsághoz, de végül a béred az nagyjából ugyanannyi marad, akkor ez egy olyan semleges dolog, hogy jó-jó, tanulom, kedvelem, megmarad a munkásom, és lehet a legrosszabbul árulni. Hát sajnos olyan obszolét leszel, mint egy ló, és have fun, miközben megtanulod, hogy kell a munkanélküli segélyből a legtöbbet kihozni. Szóval, hogy ez a skála, hogy attól függ, hogy tálalod nekik, lesznek kétségbe esve, és valóban ezen a skálán tálalgatják. Ugye mi az állítás? Valóban megsemmisít az automatizálás egy állást, csak közben kettő másik keletkezik helyette, magasabb bérekkel. De az a helyzet, hogy ezek a kutatások, amiket például régebben idéztek, az csak azt fogja megmondani, hogy hány szűnt meg. Azt nem méri meg, hogy közben hány keletkezett. Hát azt elég jól le tudjuk mérni, hogy hány keletkezett a gazdaságban, látjuk, hogy mekkora foglalkoztatott. De érted? Hát ez nem megy az egész, közben végtelenül alacsony a munkanélküliség, ugye csúcsokat döntünk, 50 éves csúcson van a munkaerő hiány inkább, tehát hogy mégis a magyar, ezzel kezdődött. A magyar ChatGPT podcast azzal kezdődött, hogy jaj, 5 digitális rajzoló helyett már csak egy dolgozik. Így kezdődött. Ez volt az újságíró első megszólalás. Azt hittem leesek a székről. Még egy adat. Sok ápoló kell majd, ez már biztos. Nézzük, a robotok nem nagyon tudnak, nem tudják jól az ápolókat helyettesíteni. A mai munkások 60%-a olyan munkahelyen dolgozik, ami 1940-ben nem létezett. Ami azt jelenti, hogy a employment growth, tehát a munkahelyek számának növekedésének a 85%-a az a technológia változás miatt keletkezett új pozíciók. Tehát, hogy valójában ez folyamatosan keletkezhet, és nagyon jó az, és ez is vicces, ezt is beleírtam a cikkbe, aki olvastam, sajnálom. Noah Smith írta, disztópia 2. A robotok megcsinálják a munkánk felét, ez a disztópia, a katasztrófa, a világ vége. De az utópia micsoda? A robotok megcsinálják a munkánk felét, az utópia, Kánaán, a paradicsom. Ja, Istenem, hiszti van mindenhol. És egyébként nem az újságírókat kell baszogatnom, hanem az olvasót, mert itt van ebben a cikkben is, hogyha a Bloomberg meg a CNN, ők erről a Goldman Study-ról, amiről most itt szó van, arról tisztességesen számoltak be. Az AI növeli majd a munkatermelékenységet, és egy néhány ember más állásba kényszerít majd. De erre nem klikkel rá a marha, hanem arra klikkel rá, hogy 300 millió munkahely fog elveszni. Erre Zsolt, kimaxoltad ezt a témát. Nem, még van két mondat benne. Minden ütés jó helyre megy, de már vége van. Tessék. Leütötted itt az ellenfelet. Jó, annál jó, akkor mondok még egyet, és ez már máshonnan van, ez nem Noah Smith, már azt tudom, honnan van, annyi helyre olvasgatok. Ezekben a napokban már nem aggódunk azért, hogy a simple calculation, tehát hogy a sima számítás, az intelligencia. Úgyhogy senki nem aggódik amiatt, hogy az Excel will take over the world, hogy átveszi az uralmat. És talán azért nem aggódunk, mert az Excel valójában átvette az uralmat azzal, hogy több milliárd kompjúteren, minden kompjúteren ott van, és ezzel mindenki együtt tud élni, sőt, örül neki. Már aki használja. Aki, de az is örül, aki nem használja, nem? Több milliárdan nem használják. De az se bántja, gondolom, hogy ha van Excel-je. Na, az a kérdés, hogy csináljunk ebből pénzt, és akkor erre biztos, hogy azt mondod, hogy sortoljuk be, ami fölment. De az biztos bukás. De én mindig ezt mondjátok, és folyton szapok ezekkel a lemekötletekkel. Én sosem mondom, hogy sortolt be a mesterséges intelligencia. Nem az, hát a Zoom, amikor Zoom, hogy csinálunk a Zoomból pénzt, soha nem az a típ, hogy amikor fölmegy 20-200-ra, akkor meglongoljuk, hanem az, hogy kezdjük el sortolni. Mindig ez van.
ebben a cégben mindig ez van. És akkor, de már azért van ez, mert nem az azért... ebben a cégben az is van, hogy minden portfólió kezelő, akinek saját alapja van, az úgy dönt, ahogy akar. Ez igaz, de nem merem. Tehát ekkora szembeszélben... Te, aki egy ilyen önálló entitásként gondolkodsz, van saját hisztimérőd. Ekkora szembeszélben nem merem longolni. Neked tudnod kell jobban dönteni magadban is. Valamit már én sem verek. De az igazság az, hogy mi nem az idióta trédekből csinálunk, próbálunk space csinálni. Tehát az umot azt sortoljuk, és egyenes gerincsel pénzt veszítünk rajta. Ez van. Na de megnéztem, tessék, megnézem a rajta, ezbe bírom, hogy AI, van ilyen tikerjű valami, hogy AI, c3.ai.inc, valami mesterséges intelligencia, ez nem ment föl. Hát ezt nem is mondhatjátok, hogy sortoljátok, mert 10-ről fölment. Nem tudja még, hogy kell majd cash flow csinálni, biztos zavarja befüggött őket. 10-ről fölment ugye a 20-ra, na jó, de ez volt 2021-ben, ez $170 volt. Mi van itt? Hát az akkor nagyobb hype volt. Igen, mi? Jó volt. A ChatGPT nem csinált hype-ot a tőzsdén. Egyébként csinált, mert azt hittem, hogy már az idióták traderek se a régiek, és nem húzzák föl ezeket, de fölhúzzák, mert az es, és akkor Dani írt nekünk, mert ő ismeri ezeket. SMCI, a tikerje, mit tudom én, szuper, valami. Na, az fölment. Meg az Nvidia, az is fölment. Mert ezek ilyen... Az Nvidia, az más sztori. Tehát, hogy a mesterséges intelligenciától függ az Nvidia árfolyam, ez így van, csak ott számít az, hogy rövid távon mik vannak a csipárakkal, mit mondott a Samsung, nem tudom. Tehát nem csak annyival, hogy kijött a ChatGPT, és akkor ho-ho, az Nvidia menjen föl 50%-ot. Hát október óta... Igen, de október óta nagyon sok minden felment. Ez 2,5-szerezett. De nem az AI miatt 2,5-szerezett. De igen, még a ChatGPT is ezt mondta. Nem, hanem nézd meg, hogy a globális ciklus hogy fordult. Akkor most nézd meg, hogy a csipára hol vannak. De az Intel nem ment föl. Az történt, mert az, mert az Intel már ezekre nem nincs akkora kitettsége. Na hát erről beszélek. Az Intel CPU-kat gyárt, nem tudom mi az. A Nvidia meg GPU-kat, azt se tudom, hogy micsoda, de a ChatGPT mondta nekem. És ezért az Nvidia az, ami a mesterséges intelligenciára nagyobb kitettséggel bír, és ezért azt rángatták föl az idióta traderek. De azt lefelé is nézd rángatták. Amikor kiment a hype, a tech részvényekből gondolom lefelé is nagyobbat. Nézd meg egy Samsung árfolyamot egy Nvidia-hoz képest. Nem, 330. A Samsung sokkal kevésbé volatilis. Előtted is ott van. 330 volt a teteje az Nvidia-nak a 21-ben a hype-ban, most 275 majdnem ott van. Az Intel az 56-ról esett le, és most 32 az a fele. Tehát nem. Itt most az van, hogy a Nvidia-t húzzák a izére. Na figyelj! A régebben ezt nem akartam elemezni, mert nem mentem bele nagyon. De ha már újságírót besingelünk, Új Péter segedélyemével, hát akkor itt van még egy. Túl lehet élni a skalpolást? Ment a cikk, nem nagyon érdekelt a cikk, de ott volt a leadben a következő, amit amit mi sem bizonyít jobban, mint a túlélők történetei Amerika gyarmatosításának éveiből. Hát és ezen elborultam. Tehát kedves újságíró, azok a szegény elnyomott és kizsákmányolt, mert hogy lehet belerakni ebbe a gyarmatosítás szót? Tehát azok a szegény és elnyomott és kizsákmányolt indiánok maguktól skalpolgattak, mint a vadak. Tényleg, tehát mielőtt odalent volna egy nyomvat fehér, heteroszexuális férfi, azelőtt már skalpolták egymást. Tehát semmi köze a gyarmatosításnak. Aztán ez az úgynevezett gyarmatosítás eredményeképpen ma több indián van Amerikában, mint akkor. Sokkal jobb körülmények közt él, mert a világ egyik legjobb helyén él, és nem bölényt kell vadászni a nyíllal. Ezt nem hiszem el, és akkor, de akkor javaslom, tehát érted, ha már propagandázunk, akkor legyen kövér. Most annyira sok sértő dolgot, meg hülyeséget mondtál itt egyszerre. Hát de most kire? Hát az indiánokra szerintem. Már melyik? Melyik indiánokra? Az Amerikában élő 16. tizedik. Hát mindenne. Tehát, na jó, tehát már nekünk lenne Nvidia-juk szerinted? Gyarmatosítás nélkül lenne Nvidia-juk Észak-Amerikában? Tehát azt biztos olvastad a történelemkönyvben, hogy most nem tudom az amerikai indiánokra, mert ott ez lassan az előtt a folyamat, de hogy mondjuk az asztékokat, meg a majákat, azoknak nem tudom, megölték a több mint 90%-át. Ezt értem, ezt értem. Most te itt nevetgélsz rajta, hogy szerinted összességében többen vannak, meg egyébként nem szerintem többen vannak. Hát többen vannak. Akkor éltek, mit tudom, Észak-Amerikában 100 000, most megélnek 1 millió. De érted, hogy mi történt? Tehát érted, hogy itt történt egy szörnyű dolog? Nem, azt amit értem, most hogy... elrötyöksz, de hogy... De nem szörnyű, hát 200 év távlatában már nem szörnyű dolog történt, hanem kurva jó dolog történt, érted? De azokat az embereket megölték. Azok egymást is öltek. Nem, de nem úgy ölték. Nem ölték volna meg saját maguk 90%-át.
Nem tudom hány százalékát, és te se tudod, hogy hány százalékát. Most nem a dél-amerikaiakról beszélünk, hanem az észak-amerikaiakról. De oké, de az észak-amerikaiak is ugyanúgy viszonyultak, csak az észak-amerikaiak kicsit nagyobb kiterjedési területen éltek, meg kicsit jobban tudtak védekezni, meg nem tudom, tehát nyilván más volt a helyzet, de ezeket ugyanúgy kezelték. Most nem erről akartam vitatkozni. Hát de akartam... ez egy szörnyű dolog, hát Amerikát gyarmatosították. Ez egy millió szörnyű dolog van. Egy millió szörnyű dolog van a világ történelemben. Igen, de hogy nem illik ezen nevetni, vagy nem elismerni. És egyébként meg most, hogy az indiánok hogyan élnek, vagy milyen lehetőséget kaptak, és egyébként nyilván ma egyre jobb, mert jobb, mint ma, mint 50 éve, meg jobb, mint 100 éve, de egyébként hát nagyon rossz a helyzet. Melyik helyzet? Minden helyzet. Egy indiánnak a lehetőségei azok rosszabbak, mint egy nem indiánnak a helyzete. Igen, de hát azt azért igen. Például a diszkrimináció miatt. Nem a diszkrimináció miatt, hagyjuk, jaj, jó, oké. De mi az, hogy nem? Nem, szerintem nincs ilyen. Szokod a propagandát. De van diszkrimináció. De költöztessünk már le téged oda az amerikai Midwestre, azt nézzél már szét. Szerinted nincsen előítélet, semmi. De van, hogy ne lenne. Oké, akkor... Akkor mi? Csak itt most arról van szó, hogy ezeket a dolgokat, ezeket beemelik a propaganda központjába, és úgy tesznek, mintha ez a világ legrosszabb dolga lenne. Ez egy rossz dolog, igen. Van sok egy rossz dolog, na ugye, egy rossz dolog a millióból. Én csak ennyit szeretnék elérni. Ha beüt egy meteorit, az is szörnyű. Amit nem kell minden cikkbe beleírni, érted? Csak azért, mert pártpropaganda. Tehát, mert ugye ugyanaz az újságíró ki van borulva, ha másik újságíró Brüsszelt, LMBTQ-t, meg békepártiságot ír vele minden cikkbe. Ugyanígy ki van borulva. Propaganda, semmit nem kever. Dehogy is. Propaganda. Mi nem? Most szét kéne szálazni minden témát ahhoz, hogy ezt igazságot tudjunk tenni. Nem, mi az, hogy propaganda? Balázs, az, hogy beleraksz ebbe a cikkbe, hogy mikor történt a dolog, azt ő úgy írja, hogy Amerika gyarmatosítása éveiből, hát akkor megmondom, hogy kell ezt igazán tökösen propagandázni. Mi, azt kellett volna írni, hogy a 17. században? Pontosan, de nem úgy azt írja. Te bírhatta volna, hogy az ember okozta a klímaváltozás első évtizedet, vagy sőt, a fehér heteroszexuális férfi okozta a klímaváltozás első évtizedeiből, és akkor te is megértenéd, hogy tényleg ez milyen ostoba propaganda. Na ez pont ugyanaz. A történetei a 17.-18. századból vannak, nem a 12-ből, mert az indiánok nem jegyezték fel egymás között a skalpolást, és így írta le. Néztem, csak hidd el, hogy előtte ugyanis skalpolták. De elhiszem, csak lehet, hogy nincs úgy feljegyezve. Ott tömegsír van. Tömegsír, 500 darab indián tömegsír, mind le van skalpolva a 13. századból. Tehát nem, de érted? Értem, csak itt az van, hogy innen vannak a történetek. Nem így hívott, hogy Amerika gyarmatosítását évjeiből, érted? Nem így hívott a 17. századot. Érted? Szerintem ez elég jól lett. Ez szubjektív dolog, természetesen, értem. De én nem gondolom, hogy ez egy rossz leírás lenne annak a helyzetnek. 17-18. Században gyarmatosították Amerikát. És ez volt az egyik legfőbb jelenség Amerikában. Legfőbb társadalmi jelenség. Így írta le. Semmi baj nincs van. Nem vagyok propagandista. Jó, hát akkor, de miért nem így írta le akkor a klímaváltozás első évtizedeiből? Miért nem így írta le? Mert már ez egy kisebb, akkor az kevés bírja le jól azt a fontos társadalmi jelenséget, ami akkor volt. És ez se írta le jól. Ez egy sima propaganda. Jó, ezen elvitatkozott. Ugyanaz, mint brüsszelezni, ugyanaz, mint... Nem ugyanaz. Ugyanaz. Na mindegy. Na figyelj, akkor figyelj, most akkor levezettünk, mert tessék, itt van Viktornak egy hír. Viktornak ugye mi volt a baja a bitcoinnal, hogy nem tudja elásni, mint az aranyat. Ez volt az egyik baja. És tessék, itt van. Annyira belerendült a munkába, hogy a főnöke dugi pénzét is kiásta egy melós kerepesen. Ásás közben két pénz, tehát elküldte a melóst felásni a saját kertjét a főnök, de annyira neki buzdult, hogy valami már rossz helyen is ásott, és két pénzkazettára bukkant, amiben ékszereket és régi forgalomból kivont pénzt talált. Rögtön beteget jelentett, ezt nem tudom, melyik. Majd hazavitte a kincset az élettársához Sajó Némedibe. A pár a lejárt forintokból közel 2 millió forintot váltott be, amiből mobiltelefonokat, kanapét és autót vettek. Hát, nagyon ronda kanapét vettek. És a rendőrök lefoglalták a még be nem váltott és le nem járt forintokat, illetve az ékszereket. Ennek sok tanulsága van, az egyik, hogy senki ne tartson forintot, elásva se tartsa. Európa bajnok infláció van Magyarországon. Óriási hülyeség. Mi a bankbetétnél is nagyobb hülyeség. És Viktor, hát nem, ne akar elásni dolgokat. Hát kiássa egy melós kerepesen. Na, ehhez hozzáfűzol valamit? Nem, nem is mit hozzá. Jó van, akkor mindenki ásson sokat. Kivitatkoztuk magunkat. Mindenki ásson sokat a hétvégén, ezt tudom, hogy hozzáfűzni, a viszont hallásra. A viszont hallásra, sziasztok! Ha tetszett a videónk, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, ahol hasonló tartalmakkal találkozhatsz.